egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió bal felső sarkában ülő, szürlő Bódabinyó, a mindig szószátyár Zsül! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A körközetén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán, az Olimpos tetején, az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! 6 óra után 12-3 perccel itt vagyunk. Jó reggel, gyerekek! Egy újabb reggel! Hello, Juli! Jó reggel. Te vagy ma! Hello, hello. Feri! Te hello. Vagy ma! Hát te mindig vagy, Gyülci is mindig van. Csajok, melegváltásban jó reggelt kívánunk mindenkinek! Örülünk, Vincent! Örülünk, Vincent! Hát, persze, hogy örül! Most már beszéltünk rá a jegyeknek? Igen. Hát, nem, hát képzeljétek, egy 200 darab van összesen. És az is azért, mert volt egy ilyen kis rendszerhibánk. Hányat vett meg édesanyád, meg a testvére? Hát ugye 10 000-es a plázs, 9800 vagyunk, 200 van. A meet and greet-tel van még 50 darab, meg valahova elszórva. Én 50 darab, tehát ma valószínűleg, hogy sold out, gyerekek. Jó, hey! Ez jó hír, haver. Hát ez nagyon durva. Meglepődtél, mi? Hát én már tegnap nagyon kész voltam. Kicsit összetörve ültél itt 10-kor magad előtt. 9-kor, amikor bemondtuk, hogy indul, én onnan nem is tudtam koncentrálni. Este mondtál a beszédet a gyerekeidnek? Bennivel egész nap kontaktáltam. Mert figyelte a történéseket így interneten, mert áll volt a telefonja. Nem, mert csak váncorogtam egész nap. Tehát annyi sok stressz, meg idegeskedés, meg jött, hogy éjszaka be is lázasodtam. Nem, de éjszaka belázasodtam, amikor lefűzöl. Tehát azt mondtál, hogy nem viszik el? Hát vagy ilyen nagyon, mindenki. Tehát az egész brigád. Azért ez egy ilyen kétesélyes dolog. Tehát, hogy persze mindenki mondta, hogy de biztos, de azért ott volt, hogy figyelj, mi van, de 2000 ember veszélt. Majd veszek ma, és figyelj, ott fogunk állni egy negyed házzal, azért az kellemetlen. Lezárjuk a nagyobb részét, úgy csinálunk, mint a teltház lenne. Volt, aki optimista volt, aki nagyon pesszimista volt, de hát Vikinek lett igaz, a Viki azt mondta, hogy 2 nap. És mondta, ne, túlzó, szerintem április, vagy május, nem, szerintem ez 2 nap, ilyen nincs. És akkor tegnap megindult ugye az őrület, és így jött egész nap, hogy hogy állunk, mi van, hogy, hány van, stb. És ilyen nagyon durva. Vártak-e hogy... a ház előtt 30 éve a popszakmában dolgozó, de a jegyeiket fél éve értékesíteni képtelen. Fia, tegnap csináltam egy olyat Instára, hogy megnyitottam a plázsnak a képernyő felvétel, megnyitottam a plázsnak a programját, és így elkezdtem tekerni, tudod, és ilyen Vazariá, tankcsapda, tudod, így Edda, mi, DJ Oti. És így letekertem, tudod, és a legnagyobb nevek, brutál nagy nevek, és mondom, hogy kerülök én innen, mi az Isten csinálok. És megnézed a plázsnak a programját, és csak ott virítok egy ilyen AI fejjel, hát az egész halálbőr lesz, és ott van a legnagyobb zenekarok, tudod, július 10-én, 16-án, 20-án, utánunk is, előttünk is, és ez csak ott van a plázs, nem mondom, ezt felveszem képernyőn. És mindenre van még egy kivéve. Igen, hát az jegyek, de hát nagyon durva, amikor az ugyanaz a csapat csinálta egy értékesítés, mint az Azinál, és azt mondták, hogy ilyen 30-szoros volt a túlterhelés. Tehát van 16 vagy 17-szeres több volt, mint az Azi. Azt mondják. A plázs, nem a izé, ugye ezt már mondtam tegnap. Tehát 30-szoros volt a túlterhelés, és 16-szor több, mint az Azariák. Hát jegyek akkor itt az ideje, hogy fedd egy kicsit komolyan ezt a bulit. Igen, most van a baj. Szóval az, hogy most van a baj. Most el kell kezdeni. Eddig csak vicceskedtünk, most el kell kezdeni valamit így összepakolni. A Booking központjában egyébként vakarják a fejüket. Ez is egy hír, ezt is később akartam elmondani, hogy még legyen szó a jegyeladásról, hogy 3-szorosra mentek a siófoki jegyárak a Bookingon, mert az algoritmus érezte, amikor meghirdettük múlt héten, hogy júli 20. Ugye szépen rá az emberek. És szóltak az irodától, hogy nem hiszed el, az algoritmus érzékelte, hogy mindenki rákeresett július 5 szállás, és ilyen 2-3-szorosra mentek a siófoki árak. Én egy szállodát. Nincs mese. Vagy egy sátrat legalább nekünk. Igen, Annával arról beszélgettünk, mert hogy már mi is néztük, hogy valószínűleg vissza fogunk vonatozni.
Nem, megoldjuk, de hogy is nem. Vagy foglalunk Balaton főkajáron. Igen, Badacsonyba. Szóval ugye ott egy algoritmus dolgozik, és amire hirtelen rákeresek, azonnal fölküldi az árakat. És hát látta, hogy július 20 az brutál keresés indult, amikor kijött, hogy save the date, és hát háromszorosra emelték. Szóval ez milyen, nem? De nyilván ők is a piacból élnek. Megvan a megoldás, átrakjuk novemberre. November is jófoki koncert. Gyerekek, szállás árakat mozgatunk, érted? Ide jutott a projekt. Egy kis zenélgetés a Klassz FM-en, ez innen indult. Na, de mosolyogva aludtál el, akkor azért volt egy, hát, egy kis megkönnyebbülés. Volt egy nagy megkönnyebbülés. Az már napközben volt. Tehát napközben már tudtuk, hogy megvagyunk. Mert itt vannak az összesítések, tehát az, hogy 9 óráig elment, 9 óra 10-kor elment 7000 jegy. Tíz perc alatt, csak ugye mire visszaír a gép, mire megkapod, mire, tehát azért tartott egész nap, mert annyira feltorlódott, de ugye a fogyást azt látták, csak ugye mire visszaküldi, azért valaki 3 órával később kapta meg a jegyét. Mert annyira lelassult a rendszer, hogy nem tud ennyi jegyet hirtelen kiküldeni, mert ráugrott. Jó lesz jövő héten nagy bejelentés. Pénteken megyünk egyeztetni, de valószínűleg nem. Hát, nem akarunk elszállni a másik oldalra. Nekünk van jegyünk? Tessék? Ezt nem tisztáztuk, ugye nekünk van jegyünk? Lenne? Hát nézd, amennyiben felmentetek a... Ha amennyiben természetesen kifizettétek a komoly magyar 10.000 forintot, akkor hogy ne lenne? Persze, hogy ne lenne? Abszolút. Felteltem a vaterára? Igen. Mekkora lenne, sajnos még se tudok menni. Tegnap már kiderült, hogy nagyon jó folynak a jegyek, úgyhogy a rádió is felkerült, hogy a rádió egy bemutatja, úgyhogy ennek külön örültem. Megvilágosod. Tegnap már rátették, mert rámerték tenni. Jött a program, és mondta, hogy jó, hát akkor jó, tegyük fel a rádió, hogy leült a rádió, bemutat, hogy igen, mondom, jó, tegyük, rendben van. Tegnap előtt még nem mertétek föltenni. Úgyhogy már a rádió egy leült, milyen nagyra nőttem, gyerekek, már a rádió egy bemutatja. Nem tudom, mikor hangzott el, de jelentkeztek habágyúsok. Kellene a kontaktjuk, persze, hát hagyjó habpartint, ha felénél azért csak meglőjük a tömeget. Némi habbal. Úgyhogy, igen, nagyon izgi nap volt, még ezt megfejeltem egy magyar filmmel tegnap. Úgyhogy... Na, mit néztél? Kálmán nap, gyerekek. Kálmán nap? Kálmán nap, ennyit mondok nektek, hogy aki szól. De miért nem a kötelezőt nézted meg? Azért, mert egy ilyen baráti mozizás volt, amit szombat este ütött le egy barátunk, aki ezt látta, és el akarta hívni az egész csapatot, hogy belenyomorodjunk abba a 75 percbe, ami ott történt, de tudtuk, hogy belenyomorodni megyünk. Mert ez a Kálmán nap... De ez ilyen vicces belenyomorodás? Vicces belenyomorodás, igen. Hajdú Szabolcs, Ernelláék Farkaséknál rendezője most újra. Az az életszakasz, amikor minden csak ismétlődik, sok fordulat már nem várható, megetted a kenyered javát, ott vagy az életedben, a házasságodban, a munkába, és... Feri, hát ez a miénk. A tiéd. DJ köszönöm, Oti. Én nagyon jó megvagyok. Csak ennyit mondok Kálmán nap. Jó? Aki megnézte, szóljon. Nem mondhatok erről többet. Kálmán jó, nap. Tehát Kálmán röpke 75 perc, hamar elmegy. Kálmán nap. Ennyit mondok Kálmán nap. Nagy Mozika. Magyar minden szomorú benne valóság. Minden ott van, amiről az élet ebben a korban szól nagyjából. Ez a 40-es, 50-es kor, ez nagyon szépen megmutatkozik. Névnapot mennek ünnepelni, és hát elindul a Kálmán nap. Aha. Minden nagyon szép. Minden gyönyörűen benne van, hogy mi is ez. Mi is a felnőtt lét. Gyönyörű. És akkor ültetek a mozi után, még egy ilyen félkoszos kocsmasöntésnél is szomorúan néztetek magatok elé? Nem, mert tudtuk, hogy így megyünk a Kálmán napra, mert a barátom, aki látta, már szólt, hogy gyerekek, ez combos. Ez kemény. Tehát sok jóra ne számítsatok, idézőesed, de nagyon jó. Csak belenyomorodsz a székbe. Tehát, hogy... Arra azért kíváncsi lennék, hogy te bulidod, és vannak ilyen jegyűzérek, vagy voltak vajon, akik felvásároltak 100-200 Hát, ez egy jó kérdés. Ezt nem, megjelennek ezt, majd a koncert előtt ezt 3-4 nappal. Mert a koncert helyszínén fogják majd, érted? Ott tessék, még bejövős egy bejövőség. Ezt nem tudom, hogy a szűrik-e, hogy algoritmus. Ezt ma megkérdezem, hogy van-e algoritmus szűrő, hogy honnan tudják, hogy nem a Viagogó vett meg 7000 jegyet. Na, de hát ez az Azinál is honnan tudod, hogy az Azinál. Igen, ez a teltház volt. Teltház gyerekek is 2000 ember, és megjelenik a Viagogón 50000 jegyet. És nagyon furcsán nézünk egymásra, de nagyon csapatjuk. Üres a plázs, iszonyatosan verettek, és sehol senki. Nem tudom, ezt hogy szűrik, megmondom őszintén. Nem tudom. De hát ez a tegnapi nap azért, ez igen, ez elég sűrűre sikeredett, úgyhogy... Én teljesítettem kötelességemet. Na? Elmentem és megcsináltam a jumpingot. Voltál jumpingolni? Nagyon helyes. Atya úr is. Élsz? Minden jó, nem tudtál semmi? Hát figyeljetek, én azért előtte rákerestem erre, hogy ez mégis mi lesz. És ezek szerint én egy kezdő videóba futottam bele, ahol egy nő egy trambulinon így ugrabugrált, és azt mondtam, figyelj, ez menni fog. Hát srácok, a 10. perc után a
könyörületes és gyors halálért imádkoztam. Eleve furcsának kellett volna lennie annak, hogy csak ilyen 20 éves kerekfenekű, nagyon feszes csajok mennek. Hol van ez a hely? És van lehet-e fapsiknak menni? És csak a hátsó sorban. Igen, én spinningre is úgy járnék. Tudom, ha meglátott az edző, akkor megkérdezte, hogy voltál-e már ilyenem? Mondtam, hogy még nem, de ne aggódj, menni fog. Oké. Itt van ez a kapaszkodó, ha nagyon elfáradnál, akkor nyugodtan kapaszkodj meg benne, de ne dőj rá, mert el fog esetleg dörni, menni fog, ne aggódj. Srácok, én mondom, negyed óra után a fenekemen vettem a levegőt. Durva. Ez valami olyan... Ez a mini trambulin ugrálós, igen, ugye? Ez igen. Olyan brutálisan kegyetlen kardió, olyan popsit csinál, olyan feneket, olyan combot. Hát ha többször mész, mert most még... Hát az első alkalom után... Azért... Arra gondoltam, hogy egyrészt nem fogok tudni kijönni a teremből. Egy órán keresztül olyan fejem volt, mint aki agyvérzést kapott. Koreográfia van meg? Úgy van koreográfia, hogy igen, elől áll a lány, és a kezével mutatja, hogy merre kellene lépjen. Na most én nagyon hamar elvesztettem a kézláb koordinációmat, úgyhogy ilyen nagyon szerencsétlenül ugrabugráltam ide-oda, meg ráadásul tök fura, hogy hozzá kell szokjahoz, hogy amire tudod, hogy ritmusra hogyan kellene ugrálni, de a trambulin bezavar egy picit. Ahogy besüppetsz, ritmust veszítesz. Így mindig egy negyed taktussal lemaradva szaladtam a csapat után. Ebből egy ilyen nagyon szerencsétlen kapálózás lett, és minden breakben, mert hogy van az 55 percben 3 darab ilyen kis szünet, hátrajött az edző, és megkérdezte, hogy jól vagy, tél minden rendben? Minden oké. Nyugodtan meg. Atya ég. Majd mutatok róla videót. Vannak olyan részek, ahol kb. A fülükig felhúzzák a térdüket, és úgy tapossák ritmusra, mire én kettőt ugrottam, mire ők egyet. Tehát én nem tudom, hogy lehet elkapni ezt az amplitudot, de valami rémesen gyorsan csinálták. Úgyhogy tényleg a végére kiköptem a tüdőmet, hogy ez annak való, aki imádja a kardiót, 1000 milliárd kalóriát el akar égetni, mire hazaértem, a szemem kopogott olyan éhes. És akkor nem is mész többet. Dehogy nem, ja, nem megyek, nem. Minden ilyennek adok 4 alkalmat. Én szerintem ma el kell menjek, igen. Egy pihenőnapot azért iktass be, tehát hogy legyen pihenőnap valamikor pihenjen. Egy nap mozdulni nem bír. Nem, azért azt gondoltam, másnapra nem fogok tudni felállni, de egészen jól lehoztam a tegnapi napot, úgyhogy tegnap este még egy picit, egy kis negyed órát azért este beiktattam. Az szabad, nem? Még egy negyed órát? Hát nem ugrabugrát. Hanem egy kis erősítést. Ja, még egy igen. Mindenit. Most akkor beindultál azért. Úgy, még az ugrabugra után még rátettél egy kis erősítést. Igen, de ez egy nagyon klassz dolog, de azt hiszem, már most kijelentettem, hogy ez nem nekem való. Úgyhogy valószínűleg én a negyedik alkalom után majd tovább lépek valami másra. Egy kicsit lassabb tempójú pilateszre, vagy valami hasonlóra, de azt... Jó, de a négyet a told végig. Azt végig csinálom. A négyet most már told végig. Jelöl menekülsz, hova futsz, Juli? Az anyutest elől menekül. Anyutest még mindig? Igen. Amikor kimegyek a strandra, ledobom a törölközőt, és én nagyon szomorúan nézek végig a combomon, meg a fenekemen. Még az hagyján, de a többiek is szomorúan. Igen, ez az a szállakozást végig. Szeretném elkerülni a tekintetükben, amit látok, amikor kifekszem. A gyerekeim arcán. Jézusom, anya, feküdj be arrébe. Anyu, ez a vonat elment. Na jó, van. Hát akkor lementél, akkor kitartott a lelkesedés. Csinálom, helyes. Csinálom. Mi a következő, azt nem tudod? Tehát, hogy a jumping után mi a kövi? Hát mondom, szerintem egy pilates. Ja, pilates. Igen. Aha. Meg lehet, hogy jön a légjóga. Légjóga az milyen jó? Az asanákat ilyen hevederekben felfüggesztve csinálják. Az már határán van valami másnak is. Ki lehet borulni belőle, és orra lehet esni. Úgyhogy szerintem ezek lesznek a következő stációk. Egy ilyen légjógát ki az, aki kitalál? Vagy hogy találja ki? Tehát van a jóga, ami tudjuk, hogy jó, ugye? Igen. Oké, az egy szuper dolog. Hogy ki volt az, aki ott ült, jógázott már 20 éve, azt mondja... Valószínűleg, hogy 20 éve csinál, és rohadtul unja. Valamit ki kéne találni. Szerintem a piaci rész, tudod, hogy újítsunk, változtassunk, legyünk valamiben újak, és akkor mindig feljövök, így lett a Bikram, meg a meleg, meg a szaunás, meg a mit tudom én. Tehát mindig valamit hozzátettek, hogy valamivel még jobb legyen. De van egy ős jóga? Van egy alap ős jóga? Szerintem van. Hogyne. Persze. Hát amelyikből mindenki indult? Szerintem igen. India, abszolút, hogyne. Hát India nyilván, de hogy melyik volt az első? Vadavagítát kellene elolvasni, és akkor biztos benne van, hogy melyik a vinyasza flu, vagy a ashwagandha, vagy nem ashwagandha, még mi volt. Én csináltam, igen, tehát annyi fajta sztori van már. Én jógáztam, igen. Mennyi ideig? Hát még az RTL-es Balázs ide jártunk egy jó másfél évig. Másfél évig. És a astanga jóga, az egy ilyen dinamikus jóga, tehát nem állsz bele egy pozícióba, egyik, már a következő, másik, fú, nagyon klassz volt, nagyon erősödtem tőle. És ott van egy koreográfia, amit követni hát kell? Hát csinálod, amit a tanár csinál, igen. Ja, hogy igen. Követed őt.
Igen, astanga. Egy ilyen, az dinamik volt. Tehát, hogy nem nagyon van idő, nem egy ászanában. Az nem valami indiai vatkender fajta? Az is lehet. Szerettem, de hát most már van annyi fajta van. Kundalini, minden van. Tehát, hogy most már gyerekek, a kígyó felébresztése az is lehet. Amivel felkelted, ugye? A szexuális energia felébresztése. Az ördögtől való. Igen. Hát az astanga jogát azért szerettem meg, mert ugye a joga nevében benne van a felszerelés is, hogy tangában kell csinálni. Astanga, az nincsen. Ki is be is vág. Astanga van-e, Baláskám? Há, van, hogy ne lenne tanga? Pontius Pilates írja valaki. Pontius Pilates. Na jó, van, mondjád akkor majd, hogy Mika, hát hogy is mondjam, csak a tapasztalatok. De akkor ez az ugrálás jó. Ez az ugrálás jó annak, aki imádja a kardiót, és feszes feneket akar másfél hónapon belül, mert hogy ez biztos, hogy meghozza. Aha. Hát óriási. A tüdődet kiköpöd, nyilván hozzá lehet szokni, megcsinálom majd szépen, de hát ez a bugyimon csorgott a víz. Aha. Végére. Hát ez a cél. Hát ez nem? A cél, nyilván, persze. De, tudod, volt, Rebeka volt az edző, egy ilyen 20 éves, friss, ropogós kislány. És neki jobban megy, mindenki. És, láttam, és nagyon tolta. És nagyon tolta, eszenyeltelenül, és mondtam is utána a végén, hogy ezt nem értem, hogy ti ezt hogy csináljátok, és mondta, hogy nyugodj meg, én ezt 10 éve tolom, és kell egy pár alkalom, hogy hozzászokja a trambulinhoz, de hogy menni fog, úgyhogy ő nagyon biztatott. Az elején kicsit furcsán nézett rám, hogy mit keresek ott. Szerintem látta, hogy kicsit túltoltam, túlvállaltam. Hol elnök voltál? Én abszolút. Hát mondom, tehát csak ilyen 20 éves lányok voltak ott, és mindenki bitang jó alakkal. Úgyhogy én nagyon tisztelem a kitartásodat, hogy bemennék egy ilyen terembe 50 évesen, ahol csak 20 éves habsik vannak. Nem, én nem tudtam, hogy hova megyek. Így azért azt mondanád, hogy hát valószínűleg ez nem az enyém. Igen, ha hagyod magad, hogy megriadj. De utána az tök jól kilépni egy kicsit így a komfortzónából, vagy bátran bemenni és végigcsinálni. Szerintem az tök sok önbizalmat ad. Amit rajtam láttál volna, inkább hangosan kacaráztam volna. Oké, de utána, hogy bementem, hogy megcsináltam, hogy nem futottam el, hogy lementem, hogy elkezdtem, azért ezek mind ilyen korlát átlépés. Ezek nagy igen. Dolgok, ezek na, építik az önértékelés. Most már kénytelen leszek lejárni. 4 alkalmas volt, vagy levágtad a felét? Volt egy ilyen kezdőbérlet. Kezdőbérlet. Igen, úgyhogy azt most végigcsinálom, és utána aztán mondom, átnyergelek szerintem másra. Na jó van, oké, mondjátok akkor, vagy mondd, hogy mi a helyzet. Mi a 3 hónapig, heti 3-4-szer álltam jumpinga. És nagyon nem lett ám olyan harapnivaló a popsim, 30 éves vagyok. Hát pedig az hol? Tehát 3-4 hónap alatt pedig azért annak már kellene. Azért ez genetika is gyerekek. Nyilván függ attól is, testsírzázalék. Semmit nem csináltál. Na, szóval, hogy ez azért nem olyan, hogy aki lemegy, annak mind harapnivaló kerekfeleke lesz. Mondta az edző, hogy hát valószínűleg be fog görcsölni a lábad. Ó, mondom, kislány. Kislány, mit tudsz te róla? Mit tudsz te róla? Mit tudsz te görcsölni? Gyerekek, szervező napnak állunk ma neki. Nagyszerű. Tegnap a hosszú távú sikernapot akkor mindenki behúzta. Hát behúzta. Biztos. De holnappal óvatosan, gyerekek. Holnap lejtmenet nap, csak mondom. Úgyhogy holnap pihívam. Holnap pihenünk. Elutazunk. Tessék? Végre. Kivételesen. Elutaztok végre? Igen. Az tök jó, én meg tegnap konstatáltam, hogy rosszul vettük ki a szabadságot, mert nem akkor van a tavaszi szünet, amikor kivettük, úgyhogy... Nálatok. Egy hétet később korábban... Nálunk, igen. Nálunk jó. Bementem a Noelér, és akkor elmondta a tanárja, hogy hát érdemes lenne néha az iskola naptárját megnézni, mert nem akkor van. De mondom, hát mindig akkor, hát most nem, úgyhogy... Teljesen értelmetlen volt elmenni szabadságra, mert a gyerekek iskolában vannak. De rosszul is foglaltál szállást? Nincs, nem, nincs befizetve semmi, csak iskola van. Tehát, hogy nincs. És amikor meg szünetük van nekik, akkor meg nekünk munka. Tökéletes gyerekek. Nem kell mindig jól járni. De mi nem a tavaszi szünet, nem a húsvétnál van, a nagypéntek. Hát, hétfő, és majdnem mindenütt. És abból a 28-29-től azt hiszem, hogy. Így van, csütörtökön elindulsz, péntek munkaszünet, hétfő munkaszünet. És a rákövetkező hét. Így van. Na, nekünk nem. Mit néztél el ebben? Mindent. Hát semmit néztem, nem néztem meg. Nem néztem meg a naptárt, az iskola naptárt. Mikorra foglaltál? Májusra? Nem foglaltam semmit, csak ugye hát a szabadságunkat mi kivettük. Mi kivettük a Szabit, hogy megyünk majd pihenni. Hát igen, hát az követő azon a héten is persze, van. Persze, mit nem értesz. Máskor van a szünet, mint máskor amikor mi szabadságra megyünk. A szünet, mint az összes többi iskolának. A tavasz ja, a szünet. Mert a te gyereked ilyen más. Nem kell mindig jól járni. Nem járunk mindig jól azért. Tök lesz a pihid. Nem zavarnak be a gyerekek. Érted? Ha-ho! Ez az! Ez az az komoly, az komoly, komoly pihenés. Igen. Gyerekek, gyerekek. Hát ki tudta ezt?
Érted. Hát meg kéne nézni az iskola naptárt. Összes többi diák szülője, akik ránéztek, akik eljárnak a szülői értekezletre, akik igen, figyelik az iskola naptárt. Felírják a naptárukba a dolgokat, úgyhogy Balázs, mikor voltál utoljára szülőin? Szülőin? Fél éve. Egy éve. De ott hát meg nem mondták a születet. Nem, pont az utolsó nem voltam egyébként. Az évele jelentikálják ezeket. Meg van egy naptár, van suli naptár. De nem nézed. Akkor meg tulajdonképpen teljesen mindegy. Benne van ez. Na mindegy, gyerekek, jól van. Lehet jelentkezni játékra. Jó, ha játszanátok velünk, elindítjuk ezt a kis... Mi ez? Szervező napot itt csütörtökön, de még nem a hónap utolsó csütörtökje, úgyhogy még nincs egy jónás, az majd csak a jövő héten. Jó, fél hét múlt 2 perccel jövünk vissza. És akkor egy rövid szünet, Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Ennek is de jó az eredetie. Ja, igen, meghallgatjuk. David Guetta volt. Lesz ez is? Tessék? Lesz ez is? A Logical Song? Hát, fia, annyi szkúter van a listán, hogy nem tudom igazából, de van, ami jobban tetszik. Ez is egy nagy induló egyébként. De például How Much is the Fish, azt szerintem az egy az nagy lesz. Oldal. Nyilván, hát szkúter elkerülhetetlen. Hát, hogy az azokra mit húzzunk ki, tudod, mi legyen, mert van 4-5 olyan akkora indulója van, hogy ez a Logical Song, ez is egy nagyon nagy nóta. Hány percet kell kitölts? Amennyit akarunk. Na de mennyi lesz? Amit akarsz. Mikor indul? Hány óra? Azt mondom, 7-kor a kapunyítás, és én 8-9-től vendégek vannak, akik egy kicsit ott melegítenek, meg zenélgetnek, meg mókázgatnak. Csak a bizonyos okok miatt nem lehet őket elmondani, már úgyis mindegy. És hát olyan 8:30-től leszek majd. És nem, 9:30-től. Azért, 9:30-től, és akkor 11-kor ott vége, és utána megy tovább a buli, mert egy csomó sátor, meg mindent. Tehát hajnali 4 buli van, csak a nagy színpadnak van vége 11-kor. Az egy ilyen csendrendeletes dolog, akkor azt lelövik. Ilyen tehát 50, az 50 perces, egy órás szetteket szoktak összerakni egyébként a DJ-k. Hát ez hosszabb lesz. Igen? Hát, ha már ott van, három dal fér vele. Nem. Hát azért tervezünk azért egy másfél órát, egy órát. És lesz imitálás? Tehát, hogy majd állsz a potméterek mögött? Nem, én meg se jelenek. Én végig a nyaralóba üldögélve egy hatalmas szívott szállal iszom a koktélokat, és néha egy lehet falon beintegetek. Igen, volt már valami. Ott már valami. Bari, hol vagy? Nem tudom. Lehet, hogy előtte fél órában oda sem megyek. Mivel ugye DJ Oti félig fiktív személy, ezért bárki lehozhatja. Gyerekek, fiktív embernek még nem volt bulija a plázson. Fiktív ember még nem adott el ennyi egyet. De nyugtas lesz benne egy ilyen kis teasing, hogy majd később fél órát, és akkor már, amikor már nagyon tombol a közönség, ilyen, akkor semmi, hát nem axeroz vagyok, a gázeroz, 2,5 órát várassuk a közönséget, nem, tisztességesen alázattal oda megyünk 10:30-re, és egy fél órát letoljuk a muzikát, fölveszünk a lóvét, 10:12, akkor már a nyaralóba alukálunk szépen, nem szórakozunk, hát ez érted, hát ez nem egy szakkör, hát ez egy szakma. Jaj, Balikám, milyen érzés, amikor bármihez nyúlsz, aranyjál. Ne kiabáljuk ezt el. Ezt beszéljünk erről július 21-én. Reggeli műsorban. Hát de már eladtad a jegyeket. Hát nem, már nincs visszaút. Várj, voltam már szarciázi előadáson. Hát voltam már rossz koncert. Hát ez még na, de nem adták vissza a jegyárát. Hát az már buktátok, hát a szállóban. Nem. Pénz visszafizetési fizetés garancia nincs. Hát voltam már rossz koncerten. Tehát, hogy azért mindenki volt már rossz előadó, rossz filmen, rossz motivációban. Jó, de ebből nem kell, széria legyen, ez egy egyszeri alkalom. Hát, ha úgy döntünk, igen. Ha úgy döntünk, nem. Ha akarom. A valóságot csak mi teremtjük, amit akarunk, azt teremtünk. Úgyhogy nem tudom, meglátjuk majd. Most ez legyen jó, meg klassz, meg jól szóljon, és akkor utána majd kitaláljuk. Megérdi az ízét, rákapöcsém, aztán... Itt vagy a rá. Csak a fölépés. Meg részegül a közönségtől. Igen. Azért kiáll 8000 ember elé. Bocsát, 10. Értem, de hogy hát a 10 a plázs, igen. 10? Persze. Azt a minden. Még csak 9800. Okay. Még bocsánat, 9800-200 még van. Kiállni 10000 ember elé, azért mámorító lehet. Na, hát nem szorongsz egy kicsit? Nem, most még nem. Hát azért most még nagyon messze van. Majd aznap. Párikázunk. Úristen, csak meg kellett volna tanulni keverni. Úgy fognak föltenni a színpad, olyan részek leszek. Vaj, állj egyenesen, így el vizet. Baj vagy gyerekek, este 7:30, csávó makkonyán van, nem tud mozogni. Figyelj, ki ez az ki vagy aki, az, aki állandóan süteményeket meg tortákat dobál be a közönségbe? Nem tudom, de az ötlet tetszik. Van egy ilyen DJ, aki állandóan, igen, ilyen teli tortákat bedobál a közönségbe. Jó, de jó, hát nagyon szimpatikus lenni. Azért azt nem lássuk. Nagyon azért nem tudom, azt tudnám utálni, hogy állsz, nézed a bulit, táncolgatsz, és letortáznak. Tehát...
Dobozos sörrel megdobálom. Itt jó, jó pronyó aranyászokat dobálok, igen. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Ciao. Hello! Jó reggelt! Hello, hogy hívnak? Szia! Ági vagyok, szia! Ági, honnan hívtál minket? Mezőtúról. Oh. Mezőtúról. Mit csinálsz július 20-án? Hallgattam, és már izgatottabb vagyok, mint Balázs, úgyhogy lehet, hogy megnézem. Csak ez azt nem tudom, hogy ez poén, vagy ez komoly. Még a Balázs se tudja. Tegnap óta ezt mi is nyomozzuk, hogy most mit csináljunk 10 000 emberrel. Poénnak indult, de... Igen, tegnap óta válságstábolunk is. Tegnap összeült egy komolyabb stáb, hogy gyerekek, akkor itt viszont valamit csinálni kell. Valami tényleg. Eddig jópofáskodtunk, de ezek tényleg jönnek, lerázhatatlanok, mindenhol ott vannak. Akkor már nem lehet ott lenni. Hát, biztos lesznek azért majd még jegyek a rádióban is, meg azért még egy-két szerencsés azért még ilyen, de hát sok esély már nincs erre. Figyelj, ha erre nem, akkor az Adél koncertre még tudsz jegyet venni. De egyébként most igen, olvastam, ugyanitt két egysire jegyet adó. Hogy válságban van az Adél koncert, nem tudják eladni a jegyeket. Nem azért, mert július 20-án van. Nem, hanem annyira túlárazták, 720 euró egy jegy. Már most már a legdrágábbak. De ami 10 koncertet beraktak egy helyszíre, minden nap egymás igen? után 10 koncert. És ami 800 ezer emberre számít. Nem, Ed Sheeran fogyasztottuk meg. Úgy. Mert ugye aznap Ed Sheeran van. Így van. Fent az arénában, nem? Fönt, szerintem a Puskásban, Pesten, a Ed Sheeran van. Milyen lenne, hogyha Sheerannek szólnának, hogy lenne itt egy kis cseh. És július 20, Ákos Park, tehát ő még nem tudja, milyen dátumra jött. Úgyhogy meg kár volt. Az egész, a Poppy Park letérdeltetjük. A szomorú balladáival. Igen, szívás van, 800 ezer jegyet akarnak eladni, és nem tudnak ennyi adélyegyet eladni. Igen. Azért az komoly, mikor úgy mésznek egy koncertek, hogy 10 koncert, 800 ezer emberre, mennyi 800 ezer jegy van eladó München, nem tudom, milyen helyszín. Bődülötes szám. Most még feltuningolhatod a maradék megmaradt jegy árát? Tehát nem, etikus. Nem. De megtettük. De nem. Ezt már ilyenkor nem szabad hozzá. Már csak meet and greet jegyek vannak. Hát nagyjából igen, meg pár százal. Hátra lehet hozzád menni fotózkodni. Azt nem, csak megveszed a meet and greet jegyet, és leintegetek neked. Kivel játszanám? Kivel? Kinek kellek a statisztikájába? Mondom, figyelj, Feri, 2-ből 1,50, Bali 3-ból 2,66, Eszter 66, Julit nem számoljuk. Az azt jelenti, hogy még szerintem nem játszott effektíve, vagy nem tudjuk, hogy nagyon mi van. Régen. Vagy ha nagyon most, régen. Ha velem játszol, és ne adj Isten véletlenül nyernék, akkor én is 66-ra ugornék föl, és akkor lenne 3,66 százalékos. Az izgi lenne. Na, legyen tétje. De azt is tudod, a várjál, csak hogy ilyen esélylatogatás, hogy mondjuk most a Balival játszol, és a Balázs nyer, akkor ő vezeti a listát. Tehát őt is dicsőségre tudod juttatni, vagy dicsőséghez tudod juttatni azzal, hogy első lesz, engem föl tudsz hozni, hát döntsd el szívem. Akkor vagy felhozlak. Felhozol? Jó, menjen a Feri. De csak akkor, ha nyerek. Na jó, így. Meglátjuk, Ágikán. Indítjuk az órát, jó? Indulhatunk, na, igen. Na akkor 3-2-1-es, tessék. Ági, találkoztunk már túl kevén? Tudod, én ott van. Túl kevén, soha tudom, ott van a Böllér Fesztivál, Juhász Fesztivál. Minden évben ott vagyok. Nagyon szeretjük. Ott vagy. Most az idén is? Persze. De ez messze van tőletek? Főzöl? Is. Csináljuk a kolbászt. Messze van tőletek? Egy olyan 15 kilométer. Akkor átjöhetnél. Tőlem 180. Átjöhetnél. Na, ha Budapestet nézzük, de ha szabad kígyóst, akkor annyira közel nincs. Le kell jönni a mamához, és onnan kell indulni. Új kígyós. Plusz anyám velem lakik. Szerinted? Igen, kimondtad vagy négyszer. Kimondtam! Tényleg, mert mondani akartam valamit, de ez direkt mondtam ki, hogy felhozzalak 66-ra. De tündér vagy. Szép az elén. A Lego így is megvan, az a lényeg. Igen. Nagyon jó, az Lego nincs meg. A Lego a nap hallgatójáé. Ő hamburger. Igen, megmutatom, figyelj. Gratulálunk! Nyereményed egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából. Na, azért ez jó. Így jó játszani, hogyha még akkor is terek, ha vesztek. Ez általában nálunk elő szokott fordulni. Igen. Nagyon bonyolult, kemény játékaink vannak. Igen. Jó játék. Ha nem csinál semmit, és valami ajándék, biztos, hogy elviszel tőlünk. Ági. Ági, küldjük. Sajnálom, jól indult egyébként. De nagyon mentél, szépen. Igen, tök ügyes voltam. Én azt hittem, meg lesz a végéig. Én is, de így alakul, de örülök, köszönöm a lehetőséget. Jó szolgálati nagykövet voltál, mert most mindannyian 66%-on állunk, tehát innen lesz még érdekes a verseny.
Így van. Így van, ha tudok hozzá tenni, még jelentkezek, akkor jó. Segítek. Oké, okay. Puszi, köszi, ciao. Sziasztok, sziasztok. Hello. Milyen időjárás lesz hétvégén? Az nagyon fontos kérdés egyébként. Már július 20-án? Nem. Napsütés, jó idő. De jó lenne. Július 20-án általában milyen idő van? A július az nem annyira erős a Balatonon. Tehát a június nagyon meleg, nagyon forró. Nem, szakadó esőben is toljuk. Hát ha nagyon nagy vihar van, akkor lefújja az OMS. De tavaly talán csak a Majkának a bulija maradt el a plázson, akkora viharról. Tehát az nem csak elsőbe azért a szar, de a július az szeszélyes. Tehát az augusztus nagyon jó, ugye meg a június. A júli az ilyen hidegfrontos, kicsit esős, az nem annyira a balcs, ez nem erős júliusban. Lettek új barátaid egyébként, amióta mindent eladtál? Majka felhívott újra? Nem hiszem, hogy felhívnának. Tudsz-e adni három jegyet? Nem hiszem, hogy csörögnének. Nem gondolom, hogy ez lesz. Hogy... Ja, és az ilyen jegykanyhalók, azok jöttek? Akik írtak, hogy adjál meg két jegyet. Na, egy pár is, de inkább ismerős, tehát ők ilyen jó ismerősök, akik így mondták, hogy igen, valakinek visszaírtam, hogy figyelj, annyi pénzt hagytam már nálad, hogy vedd meg azt a két jegyet. Amikor még nem tudtam, hogy mi lesz, mondom, először koncentráljunk arra, ha nagyobb egy, akkor már szerzünk, de nem, akkor légy szíves, vegyél meg kettő darab jegyet, szálljál meg, tényleg ne csinálj nagyon. De van, akinek intézünk, persze. Nekünk hagyományos, vagy VIP jegyek lesznek. Amit szeretnétek. Még van választás. Én szerintem a VIP nem opció. Sokan vannak, rengeteg ember lesz, és ha nem a legelején állsz a plázsnál, nem látsz rá. Mert az ilyen korlátos balra van a VIP a plázsnál. Hát látunk eleget. Az igaz, hallgatni kell. Érdekes. Hallgatni kell. Egy nyugodt sarkot ingyen, italkupon, ezekkel tudsz jönni felénk. Aktelekre utazunk a hétvégén. Nagyon jó. Kettesben? Én nem tudtam, milyen messze van aktel. Nagyon. Valahogy itt a Pálvegyi Csepkő barlang környékén, a Szemlőhegyi barlang környékére lőttem be. 260. Igen, mondtam Miro, hogy hát egy olyan kb. 3 órás autóút. És minek mentek oda a barlang miatt? Igen. Ugyanazt látod, mint a Pálvölgyinél. Nem. Egy rokonunk lefoglalta a szállást, és mégsem tudott elmenni, erre rácsapott a Miro, mielőtt ránézett volna a térképre. Így aztán a hétvégén elmegyünk, négyen mentünk volna, de a gyerekeink lepasszoltak minket, úgyhogy így aztán kettesben fogjuk megünnepelni a hétvégén. Elérkezett az idő, átadom is a gyerekek. Pont aktelek. Hát ott volt szabad hely, hát ingyen mennek. Nem, a felét kifizettük. Van ott valami patak, és annak a két patak összefut, és ott van valami malomház, ahova mi majd megyünk. Hát most azért fölcsigáztál bennünket, patak. 260 az oda-vissza, egy malomházért, meg egy barlangért, rá a kalappa. Jó, de is az összefolyós patak, az neked semmi. Az szép, az idejét sem tudom már, mikor voltunk kettesben bárhol. De akkor most benned van az ideg, hogy a gyerekek viszont itthon egyedül. Nem. De ez a buli sétvég, amiről meséltél, ez a buli? Hogy itt lesz, most lesz a buliuk, ahogy egyedül maradjanak-e, vagy nem, ez az? Nem, az előző volt, de akkor nem mentünk el. Most elmegyünk. De és most megint buli van. Én szerintem lesz, de ezt most már azt hiszem, hogy kezdem elengedni. Igen. Fél készülj témákkal, amit összeérsz, hogy miről beszélgessetek. A kocsiba, ha az M3-ason valahol ez behal 60 környékén, írjál topikokat, hogy mit tudok átbeszélni. Arra szoktam rádöbbenni minden alkalommal, hogy még mindig van, miről beszélgessünk. Tényleg? Igen. És mindig meglepődöm rajta, hogy mindig van kémia. De fölírogatod a topikokat? Hogyne, persze, csak hogy beáll a csönd. Felütöm. Az osztálypénzzel úgy állunk. Kapcsoljunk egy kis rádiót, jó? Ezért mondom, Kálmán nap. Jó, Kálmán nap. Ez ide vonatkozik pont. Kálmán nap a moziban. Gyerekek, nem mondok többet. És a másik nagy filmet megnéztek? Még nem jutott, az gyerekes, az gyerekekkel akarok. Kiütött a Kálmán. De egyedül nem nézem meg a Pető filmet, ez hülye nem vagyok. Tehát annyi haszna legyen legalább a gyerek lássa. Tehát, hogy azért egyedül nem, de a gyerekekkel meg akarom nézni. Nem, ez Kálmán nap. Annyira megnéztem volna, de végül levették a műsorról. Petőfi filmet. Hát addig mész a gyerekekkel, azt mindenképpen már elmentem, és pont levették. Igen. Novemberben. Szóval Kálmán napot nézzétek meg, és utána tök csöndbe ültök 300 kilométeren keresztül így összeomolva. Hogy mégis mi a túrot keresünk. Tényleg is, mivel mentek? Van már autót? Hát van a füstölős autónk, igen. Ja, kölcsön. Hát ami azelőtt a sajátunk volt, igen, és most visszakaptuk. Mert az Octavia az... Téglánál. Hát átmondtam. Felicia. De már benn van a szakszervizbe, várjál, már bevontatták. Még csak áll előtte. Ja, még áll előtte. Bevinni még nem vették. Még nem fogadták be, de remélem a kerekek még rajta vannak. Biztos, persze. Szakszervizet már nem nyúlnak hozzá. De ez nem szakszerviz. Ja. Ne vicces. És már elvontat, tehát azóta is még nem nyúlt hozzá. Na jó, fel van torlódva a munka. Igen, egy kicsit, de nem, most már ott vagyunk a bejárat előtt. Ja, mindig egy kicsit közelebb ment a szervizhez. Azt a minden segít neki. Nem, úgyhogy lefüstölünk. Aktelekig. Jó, hát figyelj, egy szép malomházért, meg egy patakért. Mögém ne gyere. Az eseménydús lesz, átok a 60-i pihenőbe, lerobbanva.
Na, jövünk mindjárt. 5 perc a pontosan 7 óra, időjárás megtámogatjuk, akkor jó idő lesz. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. És többen írják, hogy az nem patak, hanem egy csatorna, de érezzétek jól magatokat. De mi ez a bűz? Igen. A Most vagy soha film is Kálmán nap. Egyébként tényleg, tehát az is Kálmán nap. Most már megjelentük a Kálmán napot. Kálmán nap, gyerekek. Kálmán nap. Ez egy hivatkozási pont. Ez ma egy elige, jó? Oké. Okay. Magyar film Kálmán, nem ma. Aki megnézte, írja meg, hogy látta, és akkor vele szívesen beszélgetek arról, hogy hogy érezte magát. Ezek szerint Hajdú Szabolcs VIP jegyet vett hozzá. Nem. Így tolod a filmét az ásban. Rendes forintért kifizettük. Nagy hosszal minden együtt, de érdemes. A mikorosztályúnak érdemes megnézni. 5 perc a pontosan, 7 óra jövő mindjárt a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk 7 óra után, 6 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, szevasztok! Drága hallgató. Jó reggelt. Itt vagyunk, igen. Jó volt a Pető film, tetszett, igazi akció kalandfilm volt, írja Zoli. Köszönjük szépen. Egészségedre, Zoltán. Igen. Na, te adtál 10-es értékelést. ő benyomta. Ő az benyomta, egyik. Ő benyomta a 10-es értékelést. Jó, az egyesek, igen. Nagy része, mit kiderült, az értékelésekből ők nem látták. Igen, állítólag rossz nyelvek szerint. Igen. Rossz nyelvek szerint ők nem, igen. M1-es Pest felé vezető oldalon 20-as kőnél Biatorbágy magasságában koccanásos baleset a belsősában, torlódás alig van még. Taki küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó utat az MG-vel, Júli, ja, nem. Jött egy ilyen is. Júli, nem mertek odafelé lerobbanni, írja valaki. Fogd meg a söröm. Ha tudok olyan embereket, akik így mentek az úton, de az élet útján, és a szerencse, mint Kálmán? Mint például Kálmán. Kálmán nap. És a szerencse hercege így néha elő-elő bukkant, és tökönzetlenül odaadott valamit, de ők elfordították a fejüket, mint Júli az MG-vel. És azt mondta, hogy nem, köszönöm, én nem is megcsinálom. A lehetőség, ami mellett elmentél. Igen, érted, hogy egy nem csomó ilyen ember van szerintem, aki azt mondja, hogy majd én. Ez büszkeségből utasítottad nem vissza? Nem büszkeségből, hanem ha van egy kocsim, akkor miért vigyázzak valakinek az értékére? Aha. Önszabotás, Juli, ezt így hívják. Ez tényleg önszabotás, úgy hívják, hogy önszabotás. Igen, Juli, igen. Igen. Juli, neked nem kocsid van, neked egy roncstelepen van. Igen, de csillagom. Az én roncstelepem, és hogyha ne adj Isten, meghúzom valahol, akkor saját magamnak tartozok elszámolása felelősséggel, ha az NG kocsiját húzom meg, akkor utána ott nekik kell magyarázkodnom. Szívem, van, úgy hívják, hogy biztosítás, kaszkó. Van rajta, és megcsináltatják, ugyanis az autó üzemszerű használatában előfordulnak olyan pillanatok, amikor történik vele valami, egy baleset, meghúzod. Tudod mit? Ilyenkor jön a kaszkó, az MG úr jön, és azt mondja, hogy kedves Júli, semmi baj, van rajta kaszkó. De milyen rohadt szerencsétlen már, hogy bizonyára kölcsön adják egy rohadt sok embernek, és én lennék az első, és az egyetlen. De miért? De hát, hogy miért ez a prekoncepció, hogy ez megtörténik? Tehát, hogy miért? Mert szerencsétlen vagyok. Ja, értem. Na látod? De tényleg. Na, erről beszélek. Na, erről beszélek, hogy itt jön az önszabotás. De Balázs, tehát azon gondolkodtam, hogy azt mondtam, hogy neked minden arannyá válik a kezedbe. Ez én nekem, hogyha nekem lenne egy ilyen sikerszériám, én folyamatosan attól szorongani. Igen. Hogy mikor ér véget? Te nem félsz ettől? Nem, hát ha attól szorongasz, hogy mikor ér véget, vagy attól szorongsz, hogy összeforongasz, attól félsz, hogy összetöröd, én hiszek abban, hogy valójában mi teremtjük a saját valóságunkat. Tehát, hogy minél több időt töltesz azzal, hogy ez véget ér, akkor szépen megteremted azt, hogy vége. Ha új kihívásokat, lehetőségeket, helyzeteket keresel, amikor újra teremtesz valamit, ami érdekel, ami kihívás, akkor azok jönnek. Tehát a te univerzumodat te teremted. Valószínűleg te összetörted volna a MG-t, és azt mondod volna, hogy megmondtam, hogy ez lesz. Ütöd a kultat, és megmondtam, hogy ez lesz. Nem. Volna. Megteremtetted, hogy ez legyen. Tehát, hogy én úgy vagyok ezzel, hogy úgy tudsz igazán jól teremteni, hogy szakban, illatban, vizualizációban mindenhol ott vagy. Tehát én ebbe a buliba, ebben 4 éve nagyjából hetente, amikor leadtam bármilyen idióti dalt, én ott voltam. Fizikailag elképzeltem, teremtettem, manifestáltam, gondolkoztam, és összeáll. Minden össze tud állni,
amit te meg tudsz valójában a fejedben teremteni. De ha önszabotáló a hitrendszered, akkor önszabotáló dolgokat fogsz teremteni. Ez így működik, így élünk. Én nekem kis mindenki kis a saját hitrendszerének az életét éli. Fura módon, még ha észre veszük, akkor is. Ha lehet, hogy azt kellene magamra tetoválni, hogy egyszer hopp, másszor hopp. Nekem mindig kop. Ebbe belefér az, hogy hülyeséget csinálsz, belefér az, hogy elszáll egy lakásfelújítás, hogy rosszul építél. Tehát nekünk is van egy csomó minden, ami azért nem csak siker, meg nem csak hú, de jó, meg nyilván ez a nyilvánosság része ezt látja. De alapjává az attitűd, hogy miről hogy gondolkozol, az nagyon meghatározza a valóságodat. Nekem alapvetően pozitív a mérlek. Tehát, hogy egyébként jól érzem magam a bőrömben. Azt igen, ez senki nem vitatja. Nekem minden oké. De azért nem elfogadni egy autót, hogy biztos összetöröm. Nem az, hogy biztos összetöröm, de ha nem muszáj, nem kérek szívességet vagy segítséget. De nagy különbség, hogy nem kérted, hanem adták. Igen. Érted? Igen. Érted? Itt felajánlott egy szponzor egy autót, hogy használd, éld, menj vele. Látom, hogy elbetűt itt a homlokon. Loser. Igen. Érdemes olvasni, tényleg van egy talán amerikai faszi. Érdemes olvasni. A Joe Dispenzának a könyveit, azt olvasd el, az nagyon jó, egy doki. És abszolút tudományos szemszögből hozza le egyébként magát a manifestációt, a teremtést, hogy milyen agyhullámokat bocsátasz ki, hogy ez mivel lép koherenciába, hogy ez mire rezeg az univerzumban, hogy milyen nagy hullámaid vannak. És teljesen tudományosan levezeti, hogy maga az, amit te elképzelsz, mint valóság, azt te kiküldöd a külvilágba, és azok az agyhullámok egy bizonyos frekvencián meghoznak neked valamit, amivel ők rezonálnak. Ez a teremtés. Ez történik az életedben. Az én agyhullámaim egy ilyen alfa hullámok, tétába vagyok állandóan, egy csíny. Nem, csak lefelé ráadásul. Szóval mondom, azt elolvasod, hogy tart elvonulásokat egyébként Mexikóban, meg Amerikában, jön Európában, egy csomószor a Joe Dispenzait hívják. Érdemes őt, azért magyar könyv, magyarul is vannak könyvei, csak hogy egyszer rágyere, hogy valójában mennyi mindent teremtünk magunk körül, amit nem is sejtjük, hogy mit teremtünk. Csak azt mondjuk, hogy jaj, az élet, meg a szerencse, meg a bal szerencse, meg dehogy is. Én annyi mindent hittem, hogy teremtek. Hát van két gyereked, nézd, nem rossz. Nem, én nekem egyébként tök jó életem van. Egy csomószor volt olyan, hogy én azt hittem, hogy azt most én majd nagyon bevonzom, és én nagyon gondoltam rá, évekig nagyon szerettem volna, és aztán mégse jött össze. Akkor nincs az egészben sem. Ez is lehet, csak kérdés, hogy milyen korlátozó mechanizmusok vannak még, akár ha tudatalat tudod. Tehát, hogy oké, hogy ezt teremtesz, de valójában mennyire hiszed el. De lehet, ha közben az a hitrendszered, hogy nem érdemlem meg, nem vagyok elég jó, úgyis összetöröm, te a világ összes autóját megpróbáltad bevonzani. Hát tálcán adtak valamit neked. Igen. Ha négy kocsim lenne, és egy hétre csak elvinném, hogy azért lemegyünk a kráfére. Igen. Tehát, hogyha neked lenne egy jó működő autót, akkor igen, elfogadnál egy kölcsönautót. Igen. Csak most már csak azért kipróbált, hogy milyen. Milyen egy normális autóban ülni. Igen. Hogy tudj álmodni úgy, hogy van miért álmodni. De utána visszaülni a valóságba, az nagyon szomorú. Ez is a hitrendszer része, hogy nem vagyok elég jó, nem kell, nekem elutasítom, meg hát utána milyen rossz lesz visszaadni. Mert ha úgy álmodsz valamiről, úgy, hogy jó, de szeretem, nekem biztos nem fog sikerül. Úgy, de szeretném, jó, de... Na, így nem lehet teremteni. Az biztos. De megértek volna velem, mert ha odaadják, akkor még mindig benne ülnék. Azt hitték, hogy egy hétre adják, de még mindig ott áll a szervüz előtt a kocsi. Sajnos, nem tudom visszavidni. Nagyon sajnálom. Igen. Nem teremtünk semmit, nincs ilyen. Juli, csak szerencsétlen vagy. Üdv a klubban, szevasz szívesen. Tegnap az Eszter is mondott egy szállóigét, szevasz szívesen. Ez szállóigen a gyerekek, ezt kell pólóra tenni. Szevasz szívesen, ennyi. Nincs teremtés, szerencsétlenek. Amennyit én gondoltam, hogy bevonzok, hát ember nagyobb álmodozó nincsen, mint én. És mit na de minden, érte? Amit te vonzol, hogy bevonzod, közben ordít rólad, hogy a hitrendszered az, hogy nem vagyok elég jó, nem érdemlem meg, vagy ha megkapom, úgyis elrontom. Mit akarsz bevonzani? Mit a felét akarsz bevonzani? Hát a ha nem ismernélek is 5 perc után felállítanám ezt, hogy figyelj, érte? Rendben van, azt akkor írjuk újra. Tehát, hogy ez nem így működik. Hát, így nem fogunk tudni teremteni, mert működik egy mélyebb program, ami azt mondja, hogy nem, folyamatosan blokkolod, folyamatosan nemet mondasz magadra is, tehát hogy az így nem fog jó, menni. Még van néhány következő életem. Én ebben bízom, hogy majd a következőben jobb lesz. Igen. Sokkal jobb lesz. Igen. Azt mondja, hogy igen, valaki a súlyos betegséget is bevonza. Gyerekek, hát most ebben nem menjünk bele, mert akkor nagyon spiribe mennénk el egy kicsit, igen, de nyilván ennek is sok fajta oka lehet, igen. Igen, és ha megvan írva a sorsunk, akkor meg mit teremtek? Én látod, ezt nem így gondolom.
Tehát, hogy ez is egy hitrendszer, hogy megvan írva, hogy nincs megírva. Van szabad akarat, nincs szabad akarat. Döntesz valamiről, vagy az elege egész eleve elrendelt? Hát ezek nagy sorskérdések szerintem. Hát megvan írva minden pillanat, kocka, döntés, igen, nem? Hát nem. Hát mindenképpen az én irányom, az lefelé. És ez megvan írva. Te menetelsz fölfelé folyamatosan. Én próbálok belasszózni téged. Az a típus vagy, aki pempög otthon a fizetésért, meg a munkatársainak, de egyszer nem ment oda a főnökéhez, hogy én szerintem megérdemlek egy 10%-ot. Én az a típus vagyok, aki lefelé alkuszik. Igen. A Júli elnézést kér, majd lenyomja a saját fizetését 20%-kal. Aki ha túl magas fizetést kap. Biztos nem szereti többet kérni. Nem, a kevesebb is lehet, csak már az is jó. Jó, csökkens, persze. Hát, ha úgy érzed, akkor csökkens. Igen. Gyerek, ez nem megy mindenkinek, tehát ez nem baj egyébként. De elolvasod a Joe Dispenzát, akkor lehet, hogy valamilyen hitrendszer átalakul. Én már várom, hogy Balázs mikor fog rádöbbenni arra, hogy annyit, amennyit fizet nekem, annyit nem érek meg. Na most megint mi a korlátozó hiedelem? Te saját magad. Amennyit fizet nekem, annyit nem érek. Mi ez a mondat? Ez miről szól? Állítólag van erre egy kifejezés, hogy imposztor szindrómám van. Igen? Igen. Tehát, hogy mikor fognak rájönni az emberek, hogy én egy nagy senki vagyok. Egy nagy de neked kupac. Akkor nincs az önnyi. És hogy eddig mindenki sikerült jól rende. Megvezetnem. Én ezt csinálom 20 éve, ha jól csinálod, nem jönnek rá. És nézd meg, 10 000 nem jönnek rá. Az orruknál fogva vezeted őket. Nem jönnek rá. Nem kell félni attól, hogy rájönnek. Akkor jönnek rá, ha azt akarod, hogy rájöjjön. A karrierem. Hát fogalmam sincs, hogy tehát mit csinálok. Tehát egy középszerű emberből is lehet nagyszerű, hogyha elhiszi magáról. Nem lesz nagyszerű, de ha elhiteti magáról, inkább mondjuk így. De sokat számít, hogy mit hiszel magadról. Hogy kezd föl reggel? Mit gondolsz? Mit látsz, mikor belenézel a tükörbe? Mi az? Tessék? Te mit látsz? Egy csodálatos ember idén. Erről van szó. Dobsz egy puszit, egy smiley-t, elindul a történet, igen. Ja, Istenem, Juli, ne aggódj, ha bajba kerülnél, megmentjük a kis füstöst. Fittit rendszíné nekünk. A kis füstös. Az autó, nem a kis füstös. Van egy az ilyen platós tréler valószínűleg oda fölbontatnak. Van egy pár ilyen telefonszám már a telefonomban. Igen. Ja, a tréler? Igen. Tehát már előre el van mentve? Ha minden kötél szakad. Lehet, hogy kötök biztosítást is, hogy lejuss. Ja, legalább aktelekre kössél egy oda-visszát. Ibusz biztosítás, odaút kocsival, visszaút kocsival, hogy 6000 forint per fő, kösd meg, és akkor nem lesz baj. Kattog a kormány is újjabban, úgyhogy lehet, hogy nem fogunk tudni lefordulni. Átszánkázunk egész Európán. Nem csak ez az egy ilyen momentum van az életedben. Nekem folyamatosan ott csak a ház. Például az életed álmait házát vetted meg. Ugye, mit hallgatunk 2 éve? Hogy hát voltak kisebb döccenők. De nem, ez nem így hívjuk, ez egy romalmaz, Juli. De most már épül szép, ő most már szép. Tehát aha. Most már egészen jól, kezdjük jól érezni magunkat oda be. Benész eltűnt? Ez egyik oldal. Nem, még mindig FP2-es, vagy nem tudom, milyen maszkba járunk ott, hogy ne legyünk tüdőbetegek. A penész eltűnt, de most az egyik ház oldala az ázi, mert nem lett rendesen lebádogozva. Jó, ez már azt gondolom, hogy ez már csak apróság. Ezek már csak apróságok, hogy ne, persze, így van. Tehát, hogy most már tényleg csak ezek a finom hangolások jönnek, hogy lomtalanítás, a külső lépcsők leburkolása, ez már meg vagyunk. Az már apróság. 4-5 év és befejezitek a pénznyelőt. És hívjuk csak így a ház, nem? Volt egy Tom Hanks a pénznyelő. Ők is vettek valami házat és mindent. Tudod, mi a szörnyű? Azt mondják, hogy ugye, amit nem csinálsz meg felújítás alatt, azt utána nem csinálod meg soha. Én azt hittem, hogy ez nem él nálunk ez a törvény, de... Tehát az első hétben lefestettem az összes csövet, maradt 3 darab, amelyik még mindig részszínű. És soha az életben nem lesz kész. Nem keménybe vagy. Vannak hetek, amikor csak így állok, és azt mondom, na jó, majd holnap. Miért nem mondod, hogy ma? Mondd azt, hogy ma. Mondd meg, hogy ma megcsinálod, ma. Így van. Ma hazamegyek, és lefestem. Hát, de ráérünk arra még. Jó nektek, Júli, 25 év, nincs már miről beszélgetni, közös program is teherére valaki. Na, hát látjátok, de... Tehát ehhez képest boldog vagy. Nekem az életemben van egy csomó olyan vetület, ami sokkal-sokkal szerencsésebb. Mint a tiétek. Igen. Tehát itt van például egy pár, egy amerikai, vagy nem tudom milyen pár, ők elmondták, ők egy influencer pár, hogy nagyon furcsa dolgokat csinálnak együtt, de ugye a legtöbb hobbiuk az közös. És minden, amit csinálnak, az együtt csinálnak, mesztelenül edzenek, néha sétáltatják egymást pórázon, de hogy... Jó, hogy ez így... Igen. És hogy teljesen, a szürke hétköznapok, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, az a lényeg, 31 éves egyébként, a férje 34, az a lényeg, hogy ők folyamatosan együtt csinálnak mindent,
És abban látják, bocsánat, abban látják a kapcsolatukat, hogy, hogy még a közös, tehát még a hobbit is együtt kell csinálni. Itt nézd meg, mesztelendül edzenek. Mi van? Állj! Nem a közös hobbival van a baj. Ezt egy nyilvános edzőteremben teszik? Ezt egy nyilvános edzőteremben teszik, teljesen mesztelenül sportcipőben, ott látod, hogy éppen vál gyakorlatot végeznek, és nyomják ki a súlyt. Hol egymás sétáltatják porrázon, és a párkapcsolatukról beszélnek, hogyha több ember élne meg közös dolgot hosszú ideig a párjával. Jó, mesztelenül edzenek. A párkapcsolati részét értem, de bemész az edzőterembe, és egy pölő van. Bemész az edzőterembe, ő áll föléd, amikor segíteni kell fekvenni. Kinyomod a százas Balázs, és legközelebb föléd áll valaki. Te jársz olyan terembe, ahol van VIP szolgáltatás. De nincs mesztelen edzés. Miért nem indítványozod? Tehát nálunk nincs edzés. Adnád? A mesztelen edzés nem csinálnám. Na, nem viccelhet, fekszel a fekvenyomópodon, erőlködsz, tárogatsz. És föléd áll az edződ. És föléd áll az edződ, a gólyzid a homlokára lógat. Igen, kicsit, és akkor nem. Tolj bele! Nem tudom, biztos, hogy egy csomó energia felszabadul, hogy mesztelen vagy, de nem érzem, tehát nekem ez a magamutogatás. Miért nem? De miért? Te szeretsz pucérkodni, nem? De nem egy edzőteremben. Csak ez el kell kezdeni. Na jó, ma bemegyek. Megnézem. Mikor szólnak először, hogy kapjak fel valamit. Viszont így pontosan tudod, hogy ki a naturál és ki a szteroidos. Hát azt egyébként, az pontosan látszik. De igaza van ebben, hogy a hosszú kapcsolat titka az, hogy mindent együtt kell csinálni? Ha minden nem is, de szerintem tök jó, hogy vannak közös élményeitek. Hát ha már mindent külön csináltok, akkor az miről szól? Tehát, hogy... Mi az arány? Tehát mi a jó arány? Vagy mikor mondjuk azt, hogy a kapcsolat az jól működik és egészséges? Mennyit vagy együtt, mennyit vagy külön? Este lefekvés előtt közösen nézünk tévét. Megnézzük a Deriket, aztán elbújunk egy kis terhely. Én szerintem ennyi pont elég. Tehát közös tévézés. Nátok az van, közös tévézés. Hát igen, meg azért néha elmegyünk külön ebédelni, vacsorázni, néha-néha elmegyünk közösen. De közös a hobbi is például? Milyen hobbi? Hát mit tudom én, ha van egy hobbi, együtt pecáztok, edzetek. Együtt jártok edzeni, tehát hogy közös a hobbi? Nincs közös találkozási pont ezeken kívül, a közös tévézések kívül. Nem igaz. De nem, nekünk nincsen közös hobbi. Tehát este a tetthely előtt találkoztok 9-kor a Duna TV-nél. Ott letelepedtek a tévé elé, gyerekek már azok a közös tévézés. Minket a közös kajálás köt össze leginkább. Igen. Este? Is. A melleden egy sonkatállal nézed az a... Övén, és arra veszem le. És néha lejjebb csúszik a Juli. De most az a kérdés, hogy ők hány éve vannak együtt? Ők fiatalok, hát 31-34. Jó, hát az első 3 évben mi is mindent közösen csináltunk. Tehát azt mondod, hogy ahogy az érez, úgy változik a párkapcsolat, igen, vagy idősödik... Igen, megjelenik az igény, hogy egy kicsit távolodjál tőle, szerintem az minden kapcsolatban jót tesz, hogyha kezdesz kicsit leválni róla. Hogy van egy kicsi önidőd, és hogy azt nem. Kell jól meghatározni, hogy mennyi ebből a saját hobbi, mennyi ebből a közül. De a hobbi lehet külön? Hát a hobbi lehet külön. Lehet nem? Külön, de ha van közös is, azt szerintem tök jó. Az evést, a közös evést, mikor csak így ketten elmentek, azt hetente csináljátok, vagy hát hetente többször is? 3-4-szer hetente, igen. Ja, igen, és akkor közös és ebéd van. Beszélgetünk, így van. Az teljesen de igen. A filmnézésnél nincs duma. Hát olyankor más van. Ne viccelj, hát érted? Elalvás leginkább. Elalvás. Mert az meg nem egy közös program. Az egy passzív program. Tehát ott a mozi, elmentek együtt, de mondjuk utána meg tudjátok beszélni, milyen volt, és ültök egymás mellett 2 órát. De legalább egy program, hogy valahova az ember elmegy, kimozdul. Nem? Elmegy moziba. Nekünk például, ha most így belegondolok, nekünk nincsen semmi olyan közös programunk, vagy közös. Még az érdeklődési körünk sem ugyanaz. De ez baj egy kapcsolatban? Tulajdonképpen mi történik velünk? De ez baj egy kapcsolatban? Nem az tartja eleveren, hogy van külön töltött idő, van önidő, van külön hobbi, van... Tehát, hogy... Hát ugye, ha mesélsz ezekről a másiknak, megbeszélitek, akkor még úgy, ahogy el tudom fogadni ezt, hogy a teljesen külön. Ti már életközösségben vagytok, tehát ez Julin nem párkapcsolat, ti fönntartotok egy egyébként működő kapcsolatot. De miért mondjuk, hogy nem párkapcsolat, tehát mind a kettőknek ennyi az igénye. És tökéletesen, fél nekem az esti filmnézés veled, az megbeszéljük a napot, nagyon külön vagy, te itt rohansz ide, de este van egy fix pont, akkor az nekem egy találkozási pont. Ki a gyerekekkel, ki a munkahelyen, de este tudjuk a mi rituálénkat, ami összeköt, és együtt nézünk egy órát filmet, elalszol a mellkasomon, és az a fix, ennyi. Összebújós. De a változás akkor van, ha valaki többet akar, vagy kevesel valamit. De az egy közös megegyezésen, konszenzuson alapuló közös esti tévézés, minden este rituálé, akkor az elég kell, hogy legyen. Lehet külön hobbi szerintem, hát nem? Az milyen töltetet ad, hogy egyébként ott egy szó nem hangzik el, csak kispárnának használod a férjed mellkasát, és néztek egy filmet csöndben? Nézzük egy filmet, és közben simogatja a hátamat, és én közben elalszom. De jó valaki. Lehet csöndben is jó, lenni. Hát persze, hogy jó.
Jó, csak az egyéb töltetet. Nektek van közös hobbi, bármi. Van egy csomó együtt jártok makramé klubba? Nagyon szeretünk közösen makramézni. Makaront együtt színeztek makaron. De jó. Nem, azzal egyébként, hogy a közös étkezésen viszont nagy dumák vannak, azzal te egyensúlyba tudod hozni. Én most nem a Julit akartam bekóstolni ezzel, csak azt mondtam, hogy mi a jó arra. Pár kapcsolatban már csak az a közös, hogy leülünk este egy szó nélkül tévét nézni, azt szerintem nem jó. Az kevés. Aha. A Juli kompenzál azzal, hogy elmennek háromszor, négyszer egy héten, ketten, és közösen ebédelnek valahol, és átdumálják. Na de most... De ez kompenzálás? Ahhoz egy igény képest, arra, hogy elmenjen. Együtt legyünk. Aha. Na de most, ha együtt megyünk el szórakozni, és együtt részegedünk le, az közös hobbi. Szórakoztok az. Együtt? Szórakoztok nem. Együtt? Nem. De soha nem szórakoznak együtt. Tehát, hogy az benne van. Tehát, hogy... Nem, mi már szórakozni sem szórakozunk együtt. Igen. Fél nyolcra egy olyan terápiát nyomunk veled, érted, hogy fél nyolcra, hogy fölállsz, elintézel egy telefont, felmondasz, hazamész, elválsz, és két hét múlva visszajössz, hogy elintéztem. A megszólalás után felhívom, és megnézem, te figyelj, a francot csinálunk mi. Mit csinálunk mi még? Menedzseljük a házat. De miért? Tehát nekem a közös, vagy a külön szórakozás sem baj, szerintem. Hát egyáltalán nem. Szóval, hogy a más az érdeklődési kör, más a buli, más a temperamentum vagy a hőmérséklet, akkor tökre belefér a külön buli, nem? De ha soha nem értek össze, akkor az elment egy picit. Én azt gondolom. Hogy az arányokon múlik, hogyha van máshol összeérés, akkor lehet semmi külön baj nincs. Hát, ha te horgászni szeretsz, a feleséged meg makramézni, akkor attól még neki nem kell horgászni jönni, és neked nem kell makramézni menni. Tehát kellenek a külön dolgok. Igenis, el kell menni a haverokkal, mint hogy neki is el kell menni a barátnőivel pletyózni. De azért az, hogy mondjuk van közös életetek, ahol közösen csináltok dolgokat, azt szerintem elengedhetetlen, meg az is, hogy ezekről tudjatok dumálni. Nagyon nagy meló. Tehát, hogy nagyon, ez konkrét meló. Hát ez egy melós dolog a párkapcsolat. A párkapcsolat az, hogy te melózt, egy gyerekek, az iskola, a leckék, a felgyerek. Így vagyok. Kicsit mellette még belepakoljál, az egy idő után komoly meló. Gyerekek, erre mondom azt, Kálmánnak. Jó? Jó. Csak mondom, pont ide illik. 1 óra 10 perc alatt túl vagytok rajta, Hajdú Szabó Csúly, Kálmán nap. Ott az... Ha azon túl vagyok. Ha azon túl vagytok, írjatok, jó? Kálmán nap. Nektek van közös, vagy volt közös hobbitok mondjuk a Vikivel? Közös hobbi nem igazán. Akkor nem. Titeket mi köt össze? Hát akkor a két gyerek. A gyerekek. Nem, például tökre legálisan máshogy meg máshol szórakozunk. De hogy tök nyugodt vagyok, mikor elmegy, és vagyok a gyerekekkel, és tombol, és táncol az első sorba, és az összes nagy koncerten ott van, ez engem egyáltalán nem érdekel. De hogy őt meg az nem érdekel, leülök a haverjaimmal, és puntis-kukis vicceken, fingos vicceken röhögünk, és vacsorázunk valahol. Tehát, hogy én szerintem ez nagyon tök jó, hogyha ez úgy működik, hogy persze, menjél, érezd magad jól, tudom, hol van, tudom, kikkel van, bármikor oda mehetek, de nem vonz igazán. De nem, meg jól is érzi magát, szerintem nélkülem. Ahogy látom, Viki nem úgy érzi jól igazán magát. Nem, a Viki nyomja a partit, bulizik, tudod, megy, összes koncert, engem ezek az előadók eleve annyira nem érdekelnek, de ebből nincs baj. Tehát, hogy ő is megy, én is megoldjuk, segítve egymást, hogy menjél te, és akkor megoldom én, vagy megyek én, és akkor megoldja ő, de ez nem azt jelenti, hogy nem bulisztunk végig mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt az összes nagy fesztivált, mert abba a Viki vitt bele, és megszerettem, én nem voltam egy nagy fesztiválozós, megszerettem, tényleg jó. De hát ő elindul május közepén, és augusztusig nem látjuk. Végig szántja a magyar fesztivál, elmegyek egyre, állok ott egy napot, és azt mondom, köszönöm, én meg vagyok, mindent láttam, de 26-szor a halott pénz, 46-szor a Majka, meg a Viké nagyon nagy hordával vonul, tehát ott nagy a csapat, 20-30, most a Majkára 70-en mennek, 70-en, érted? Hát, mire mindenkinek bemutatkozom, már kezdhetem előre. Ismersz mindenkit? Vagy 70-es csapat, érted? És meg állok ott egy öreg boomerként a sarunkból, érted, nem vagyok túl szórakoztató. Tehát, hogy megértem, hogy ő meg megy be az elsősorban tombolni. Tehát Isten őriz. Én nem tudok annyit inni, amennyit a Miró iszik, az a baj. Na, ma jó vagyok viszont. De nem kell neked ugyanannyit inni, csak támogass messziről, meg majd hazafelé. Az a ciki például, amikor egészen másként gondolkodtok a minőségi időről, vagy a minőségi nyaralásról, vagy hogy kellene elteljék az idő közösen. Na, az már nehéz, mert akkor ott már van egy nagy különbség. Kompromisszumok, nálunk ez megvan. Mert ugye, állandóan, de nem csak a menés van. Te ráncigálod a békát? Egy kicsit én ráncigálom. 6 órakor útikönyvvel a hón alatt összecsapja a világjárókat, mindenki föl kell a szobába, elhúzza a függönyt, és azt mondja, indulunk. Akárhányszor nézem, ahogy a Feriék elmennek valahova, ott mindig minden nap történik valami. Nálad nincs, hogy kifekszetek egy kicsit. Gyere el velünk, Feri. Gyűlölöm.
Tényleg? Gyűlölöm, a kifekszem a naprát. Hát én is mennék. Azért mi nem tudnánk együtt nyaralni. Biztos, hogy nem több oka is van ez az egyik. Két koktéllel ülök a medence partján. Például nekünk ott kellett kompromisszumot kötni, illetve nekem kellett, mert a csajoknak, Pannának is, meg ugye a Békának is van erre igénye, hogy azért egy héten már legalább egy két fél napot szakítsunk arra, hogy kifekszünk a tengerpartra. Ott nekem el kellett engedni, és azt mondani, hogy tessék, lányok. Nálunk lenne igény, mármint az aktív időtöltésre, de nálunk a másik három az feküdne egész héten, úgyhogy így aztán elvesztem. Akkor te vagy az én emberem. Ezért megyek el. Ezért megyek el egyedül. Így van. Szerintem itt az arányokat kell egy párkapcsolatban jól megtalálni, de én mindig azt mondom, hogy az önidő, vagy az önmagaddal, vagy a saját hobbiddal betöltött idő, az visszaad valamit, nem? Hát ha te magad a aksira rakod egy horgászattal, egy bringával, egy túrázással, akkor az aksi utára leszívható otthon a gyerekekkel, meg a férjeddel. De ha nem teszed soha magad aksira, tehát az önidő... Viki most elidálna, és azt mondaná, hogy kezdjétek el a mesztelen edzést. Vagy szeretne téged pórázon vezetni? A pórázon vezetéssel nincs bajom. Akkor már hadd járjam meg a Lidl, közben veszek két laktózmentes tejet a gyereknek, mert nagyon szereti. Kakózik minden reggel, akkor már legalább legyen valami célja a sétának. A mesztelen edzés. Igen. Igen? Hogy újítsuk. Viki nagyon sokszor akart lejönni velem, hogy edzünk mesztelen közösen. Nem, hogy edzünk közösen. Ő jelezte ezt, hogy ő edzene. Én ezt a mesztelenkedést... De én nem éreztem ezt valahogy, hogy együtt akarok edzeni. Lehetnének ilyen mesztelen bevásárló napok, nem? Mesztelen szülői értekezlet. De akkor mindenki mesztelen várja. Hogyne? Persze, igen. Bemennél SMK-san mesztelenül? Így van. Igen? És számon kérném, hogy miért nem fizették be az osztálypénzt. És ahogy csapkodnám az asztalt, egy kicsit rezegnél. Az apukák biztos, hogy szívesebben járnának ezután. Nem, de akkor mindenki mesztelen lenne, úgyhogy igazából az azért összehozná a csapatot. Csináljunk egyszer egy mesztelen csapatépítőt. Honnan tudod, hogy nem ezt szerveztem le áprilisra? Gyerekek, az áprilisi dátum az áll az a csapatépítőre? Jó, azt beírtuk? Igen. De ahogy hallom a hangodon, neked nem jó. Nem, csak valaki hívott tegnap valahova egy mindegy. És egy oda ilyen. Szívesebben mennél. Egyrészt, hogy áttenném a csapatépítőt. Nem, csak láttam, be van írva, hogy csapatépítő. Nem elkezdtem, hogy ezt most leütöttük, vagy csak beraktunk egy annyira, dátumot provizórikusan. Ez a hétvégén lett volna elvileg az első terv szerint, az első csapatépítő. Csak valakinek nem volt jó. Majdnem lemondtam a közös programunkat, ami... Na, írjatok, drága hallgatók, tehát mi a jó arány? Ez egy érdekes dolog. Külön hobbi, együtt? Csak külön? Kinél hogy van? Jó? Ki miben találta közös... meg a megoldást? És mióta vagytok együtt, azért az fontos. Igen. A legnagyobb drámai SMS-ek is jöhetnek, hogy 10 éve semmi és csak külön, és a 30 éve mindent együtt. Ami borzasztó lehet szerintem. Én de hogy fura az, aki mindent párok, együtt? Akik mindent együtt csinálnak. Hogy azt mondta, hogy annak van egy félelem alapja, hogy nem merik elengedni egymást. Nekem az is fura, amikor az egyik nem megy el azért, mert a másik nem megy vele. Miért? Na az nekem is nagyon fura. Tehát, ha én akarok valamit, és a másik nem száll be, és ebbe, akkor ezért akkor inkább így nem megyek sehova. Nekem az nagyon fura, hogy a kapcsolat elején még oké. Igen, de ahol mindig mindent együtt csinálnak, nekem az bizarr. Ha csak nem annyira összenőttek, vagy lelkitársak, hogy tényleg az egyik beteg lesz ilyen a másik nincs nélkül. Nincs ilyen. Persze hazudnak, egyértelmű, hogy hazudnak. Ezeket életen beadják a vállompert. Ezért vagyunk mi együtt 20 éve. Mindent külön csinálunk. Na írjatok, drága hallgató. Jó, ki hogy találta meg az arányt? De ha nem megy, vagy nagyon-nagyon-nagyon kiégtetek, akkor azt is küldjetek el. Erre mondom, Kálmán nap. Ez a téma, ez egy 70 perces magyar mozifilme benne van. Csodálatos, remek mű. Nézzétek meg moziban, támogassátok a magyar filmet. Azért 70 perc, mert a többit elvitte a Petőfi film a költségvetést. Tehát, hogy valószínűleg lett volna 2 óra, csak 70 percnél megvágták a budgetot, mondták, hogy kell. Sajnos nincs. Sajnos csak a szabadságban ennyit tudunk adni, mert kell a 6 MRD a Petőfi. Meg a végére mindenki annyira megszomorodott, hogy azt mondták, hogy elég is belőle. 40-es, 50-es pasik csajok nagyon fogják szeretni. Egy életközepi helyzetet mutat meg egy 4 nap ünneplésnél. Kicsit hasonlít arra, amiről most beszéltünk. Na, jövünk mindjárt a hírek után. Rádió 1-en. Fejbevertük, gyerekek. 3:08 pontosan, 3 perc múlva. Ez volt nyakkiló. Igen, olyan párkapcsolatról beszélgettünk, ez az együtt külön sok-sok év, ugye nincs aranyszabály, nincs ökölszabály, minden pár és minden fél a párkapcsolatban máshogy működik, de ugye itt egy influencer párról beszéltünk, fiatalok, szerelmesek, mesztelni jogáznak, de nagyon jó témát adtak nekünk, mert ők azt mondják, hogy minden mindig együtt kell csinálni, az a hosszú párkapcsolat titka. És hát ahány ház, meg annyi szokás, meg recept a túlélése és a hosszú távú párkapcsolat karbantartására. A külön lakás. A külön lakás. Látod már, hogy fogalmazol? A túl
túlélés. A túlélés. De azért túlélés, mert szerintem azért krízis mindenhol van. 12-15-20 év után igenis, az egy túlélés, hogy tempót váltasz, hogy több energiát teszel bele. Tehát az, aki 25 évesen összeáll valaki, és 60 évig dullaláv és szerelem és életem párja, azért ez tök jó, de azért ez mondhatni nagyon ritka. Tehát a meló, a krízis, a beletét energia, a hullámvölgy, hullámmegy, hát minden párkapcsolatra ez a jellemző. Szerintem azért egy ilyen kikövezett aranyút 50 éven keresztül van, ritkán látsz ilyet, és ők a legszerencsésebb emberek, nem? Az a kérdés, hogy úgy mész haza, hogy haza kell menni a páromhoz, vagy ettől te feltöltődsz? Mindig erre van a garázskaputeszt, ugye? Ez egy nagyon fontos, vagy a bejárati ajtóteszt. A bejárati ajtóteszt. Nem tudod az aranyszabályt. Júli, te hol élsz? A garázskaputeszt a következőről szól. Ha családi házban laksz, bemész, nyitod a garázskaput, és meglátod, hogy ott van az autója. Örülsz, vagy nem örülsz? Vagy csinálsz, minden ezért benne van. Ezért parkolsz kint most. Mész hazafele, elfordítod a kulcsot, kulcs van az árba, otthon van, nincs otthon. Ez a legnagyobb tesztje szerintem annak, hogy hogy áll a párkapcsolatod. Ezek nem ismered a garázskaputesztet? Nem. Hát ezek a ökölszabályok. Ezek bali törvényei. Ha ezen megbuksz, érted, akkor ott vége van. Amikor bemész és rájössz, hogy visszaköszön, akkor örülsz, hogy otthon van, és azt mondod, de jó, tudok beszélgetni, hogy megy föl a garázskapu, látod az autó, örülsz, vagy nem örülsz, hogy otthon van. Ez egy nagyon fontos, nagyon fontos teszt. Nagyon sok ilyen szabályom van még. Nem ismerted ezt. Nem, a garázskaputeszt. Nem, és az észrevetem, amikor befordulsz az utcába, mindig akkor jön rád. Ez a második. A hasmenés az idegességtől. Igen. Szóval arról kezdtük beszélgetni, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy mindent együtt, nagyon sokan úgy gondolják, hogy mindent külön, nagyon sok párkapcsolatnál nem működik a külön, mert az egyik féltékeny vagy nem megy bele, van olyan, aki nem is akar a másik nélkül bármilyen programot csinálni. Szóval tényleg nincsen általános szabály, hogy mi a hosszú kapcsolat titka, hogy lehet jól beosztani az önidőt, a közös hobbit. Egyáltalán kell-e közös hobbi, vagy jó a külön hobbi? Mindenki máshogy gondolkodik erről. Van egy ilyen élményféltékenység, nem? Az szerintem nem jó. Az nem jó. És az sokszor... Hogy neki jó valami? Igen, hogy neki jó valami, ő valamiben kiteljesedik, aminek én nem vagyok a része. El kell menni ellennyaralni. El kell menni ellentenni. El kell menni ellentenni. Az nagyon fontos. Hogy szerez magadnak is olyat, amire ő ír így. Én nagyon hiszek a külön töltött időben, főleg ebben. Főleg 40-50 év között. De nekem, ha megcsörne a zárban a kulcs, én nekem repes a szívem. Hát akkor átmentél a kaputeszten. Hívjuk ajtótesznek, vagy kaputesznek. Tehát nekem attól lesz kerek a nap, hogyha Miki otthon van. Tehát nekem... Hiányzott volna tegnap előtt? De nem hogy ilyen, várjál, hogy elmenjen veled a Miró az ugrálós sportodra. Jaj, nem. Ne ugráljon ott mellette. Nem? Nem, de ne csináljon olyasmit, amit tudom, hogy őt egy picit sem hozza lázba. Tehát, hogy aminek neki abszolút komfortzónán kívül van. Hát miért akarnám ilyesmit ráerőszakolni? Közös sport. De ez nem közös sport. Neki is van egy érdeklődési köre, meg nekem is van. Ezek néha találkoznak, viszonylag ritkán. De minden jó. Figyelj, évekig mentem el a Miróval úgy, hogy ilyen nagy eszemiszomba, dinomdánomba, ahol mindenki ült, beszélgetett, a végére lerészegedett. És tudod, az elején próbáltam magam jól érezni, aztán rájöttem, hogy ez nekem nem megy. És utána azt mondtam, hogy Firoly, menjél, aztán csinálj, amit akarsz, bulizzál velük, aztán gyere haza hozzám. És tudom, hogy ő ezzel így él, és örül is ennek a lehetőségnek, hogy én nem követelem rajta azt, hogy már pedig gyere haza, legyél itthon, akkor szívjál te is, mert vagy egy nagyszerű asszony vagy, ez nagyszerű asszony vagy, ezt köszönöm a férfiak nevében, hát, hogy nincs ilyen, hogy már pedig gyere haza. Szerintem nálatok te akarsz többet a békából. Nem, ugyanannyi. Finoman bemondtad, hogy béka már dobnál fel itt lazán. Nem gondolod, hogy a béka egy kicsivel több saját időt szeretne? De ő megy rengeteg. Mert te állandóan azt hangoztatod, hogy mindent együtt és mindent. Ne, és egyáltalán nem hangoztatom, pont most mondtam el, hogy vannak ő megy a barátnőivel is. Nem csak amikor arról beszéltem, hogy esetleg elmennénk külön nyaralni, akkor neked így mindig lefül a kávé. Nekem az igen, az fúri. Nincs külön nyaralás? Nálunk sosem nincsen. Volt. Hát. Oké, egyszer volt egy barátnőjével Párizsban, ott volt. Nem, a csajnak volt egy kis lelki problémája, és akkor hogy legyen Párizs, oké, menjünk el egy hétvégére. Tehát nem állok ellen ennek. De nem akar menni? Hogy tehát ő nem akar? Igazából, vagy nincs igény? Igen, ő nem mondta soha. Én például elmentem tavaly többször is ugye motorozni a haverokkal. Elmentünk 3-4 napot, amire ő nem volt. Ő ilyet nem nagyon szokott, mondom, egyszer-kétszer szokott ilyet csinálni az elmúlt 18 év alatt, hogy elment külön. De nyugtass meg, hogy ilyenkor SMS-ekkel nyomasz téged.
Abszolút, hol vagy már? Nem. Mikor jössz? Na, láttam a kamerát. Ezt szoktam elmondani a párkapcsolatunkról, hogy a kérdés, ami sose hangzott el nálunk, a mikor jössz haza. Majd hazajössz. Mert tudtad, hogy 10-re otthon kell lenni. Ugye nem kell feltennem a kérdést. 9:58, ugye nem kell. Tudod, hogy mikor vagy itt. Ugye nem tankoltál tele. Nincs egy hallgatónk. Halló, jó reggel, ciao. Halló. Jó reggel. Szia, ciao. Hogy hívnak? Sziasztok, Zilia vagyok. Zilia? Zilia. Na, te azt hitted nekünk, hogy sehova egymás nélkül, vagy hogy mit írtál pontosan? Mi mindig mindenhova együtt járunk. Mennyi ideje vagytok hogyha együtt? Hogyha a párom forgászni szeretne, mi 96 óta vagyunk együtt. Azt a mindenit. Elég régóta. Én voltam 16, a párom 19. 19 évesen szültem, van egy 23 éves lányunk. Most vagyok 35. Kicsit korán jött a gyerek. Figyelj, mindenhova együtt, tehát hogyha ő el akar menni horgászni, vagy a haverjével elmenni dobnépet, akkor elmész és ott ülsz egy kis sámlin mellette? Nem, a haverjével nem szokott. Együtt szoktunk menni, hogyha a baráti társaság ugye nekünk olyan, hogyha horgászni megy, akkor ő horgászik, én szoktam főzni, ha én shoppingolni akarok, eljön velem. De hát ez igazából így az évek alatt... Tehát ő ugyanúgy segített nekem a gyerekbe, mikor nőtt fel, bármire számíthattam rá. De akkor így össze vagytok nőve tulajdonképpen, tehát látok a nagyon... Inkább túl jó a párom, tehát mert én egy elég, tehát hogy mondjam, ő egy nyugodt típus, és én meg egy ilyen gyorsabb... Aha. Mi volt a leghosszabb idő, amit külön töltöttetek, a leghosszabb, amikor egymás nélkül voltatok, hány óra vagy hány nap? Hát igazából 3 hónap, mikor már külföldön élünk, és amikor a párom ugye kezdte, hogy külföldre elsőre kijött, akkor körülbelül 3 hónapig nem tudott hazajönni. Aha, na jó, hát az egy azért adott élethelyzet, persze. Volt, uh-huh. Hány éve tart? Nem unod, rettenetesen. Igen, nem unod, nagyon. Hány éve tart? Sőt, egyre jobb. 96. 96, 0, 16, 20, tehát van 30 éve, 29. Hát igen. Igen. De más férfi nincs a környezet. Azt írja valaki, ez vagy hazugság, vagy unalmas. Ez nem hazugság. Ne, csak viccelünk. Nem, hát meg ilyen lelkitársai vagytok egymásnak valószínűleg. Tehát ezt így nagyon megfeleltetek. Mi lelkitársak is, mi együtt csináljuk a terveket is. De ha ő akarna, elmehetne egyedül? Tehát ha ő mondaná, hogy figyelj. Hát, ha akarna, igen, hívták is, de nem. De csúnyán néztél rá. A papucs. Igen. Vittem a baseball üdőt, igen. Mehetnek, jó, ha nem, hát nem. Arra gondoltam, jó, ha nem, hát nem. Hát így mondjuk ez a hosszú kapcsolat. Kicsim arra gondoltam, ne, rendben van, értem, hogy nézel, igen. Hát akkor sok boldogságot nektek, jó ezt hallani. Azért ez nagyon ritka, nagyon szerintem, vagy ez így ebben hát a formában. Igen, mondják is, hogy nagyon ritka. De hát közös hobbit kell találni, közös programokat kell találni, ami mindenkinek jó. Nálunk már ugye a lányunk kirepült, tehát igazából nekünk, tehát most már csak éljük a úgymond felnőtt éveket. El kell költeni a tanyára, ahol nincs semmi szórakozás. Köszönjük! Megvannak a tervek. Puszi, helyes, köszönjük! Tehát ezt mindegyütt csináljuk, és élvezzük az életet. Valaki kérdezi, hogy swingerbe jártok? Igen, a szex együtt. Igen, a szex is együtt. Minden megy, a szex is megy, szóval ha erre kíváncsi bárki. Te is meg, ő is csak két külön szobában. Igen, ő kedden, te csütörtökön. Egymásra kell figyelni, és akkor minden jó. Oké, okay, köszi, puszi, ciao. Köszönjük. Hello. Jaj, de gicses. Jó reggelt, ezt nem bírtam állat. De hogy is nem hazud. Vagy hazudik, vagy unalmas. Ide valaki, jó duma. Mi jó reggelt, mi együtt pakoljuk ki a mosogatógépet, együtt párosítjuk a zoknikat, és együtt szedünk pipcsvangot a nyulak. De ne írd le, várjál, mióta vagytok együtt? Hány évesek? Nagyon fontos. Hosszú kapcsolat, friss házasság, nem mindegy egyébként. 120 kilós kaminos vagyok most, már sírok. Közös program, közös hobbi? Jó is lenne, 3 év vagyunk együtt, már szinte alig tudjuk, alig látjuk otthon egymást. Tavaly óta mindketten vállaltunk másodállásnél, amikor sikerül szabaddá tenni magunkat, annak is örülünk, ha csak együtt vagyunk otthon. Na jó, de itt igény lenne, csak mondjuk nincs rá lehetőség. 8 éve vagyunk együtt a német feleségemmel, idén a munkám miatt Magyarország költözöm, 2-3 hetet találkozunk, tökéletesen működik. Aha, az lenne. Mi 0-24-ben éltünk és dolgoztunk együtt, a legszebb évek voltak. A gyerekek miatt külön alszunk, de megegyeztünk, hogy jó ez így, mindenkinek van saját szobája, intim szférája. Én meg szeretek fingani, dékülte nekünk. De őszinte.
Igen. 32 éve vagyunk együtt, 3 gyerek, 30-26, 16 évesek a mai napig vannak hullámvölgyek, de van szeretet és jól működik. 10 éve együtt vagyunk, fél éve Németben vagyok, bármit megadik egy közös programért. 19 éve vagyunk együtt, együtt szaunázunk, éttermezünk, szeretünk együtt lenni, vagy hogy én is megyek vele meccse, vagy eljön velem moziban, de mindenkinek megvan a külön hobbia, nálunk ez így tökéletesen működik, 34-37. Hát még, még 19 éve vannak együtt, az szép, igen. Igen, 9 éve vagyunk együtt, mindent együtt csinálunk, boldogok vagyunk, és semmi buli külön nem is igényeljük, soha nem mondjuk egymást. Hazudik. Igen. Fél órája ment el dolgozni, de már hiányzik, és minden délben együtt vagyunk. Egykor megy vissza, és telefonon is 10-szer beszélünk. Nagyon egyoldalúak az SMS-ek, úgy érzem, hogy... Igen, egy kicsit erre elmentünk el a nagy romantikára. Tényleg, hol vannak a már nem szólok hozzá, már nem is akarok vele beszélgetni, igen. Hol vannak ezek? Az ex-házasságom részben ezért nem működött, elaludtam a Rómén és Julián, amire vérig sértődött, a túrázáson még próbáltunk közösen menni, kilométerekkel lemaradt a csoporttól, az összes közös programon veszekedtünk, az új házasságomban harmónia van, együtt túrázunk és együtt alszunk a Rómén és Julián, de külön is megyünk a saját barátainkkal, így a jó Laci küldte nekünk. Az a jó, szépen együtt szürköltök be. Igazából ha szépen ez... együtt szürköltök be? Igen. Ha? Az a megoldás. Együtt engeditek el az álmaitokat. El, egy... Igen, persze. Együtt adjátok fel. Feleségemmel még a barátnőnk is közös, csak ő nem tudja. De nagy. Igen. Nálunk a férjem a mindent együttnek a híve, ezt látta a szüleitől, de még a leghétköznapi dolgokat is együtt. Én nem ilyen típus vagyok, sokszor van surlódás belőle, amikor elmegyek valahova egy magam, nem szórakozás miatt, hanem mert praktikusabb, gyorsabb, egyszerűbb, a gyorsan le tudom. Ilyenkor megkapom, hogy persze menj csak egyedül. Fú, milyen nyomasztó lehet egy ilyen férj. Te jó Isten! De Annát, nézd meg Annát, ő. De hogy nem ilyen nyomasztó egy ilyen férj, aki elmész valahova egyedül, és duzzog, hogy elmentél egyedül. Jézus, amit ez egy csecsemő, nem? Tehát, hogy így... És hazaérsz, és ott vár. És duzzog, hogy elmertél menni egyedül, igen, bevásárolni, másnap, vagy valahova. És másnap büntet. Igen. Itt hallunk Lia. Hello, Lia, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello, mióta vagy a pároddal? 11 éve. 11 éve, hogy van párkapcsolatod. Igen. Férj, most már így meggyűrűztem egy ideje, igen. Aha, meggyűrűzted. Itt már értjük, hogy kihordja a nadrágot. Nem, ő abszolút férfi, tehát azért nem nyomom el, hál' Istennek, semmilyen formában, de hallgattassék meg a másik fél. Igen. Nem, tehát, hogy abszolút nem. 7 évet voltunk együtt párkapcsolatban, és akkor utána megkérdeztem tőle, hogy most már elveszel, és akkor most mondta, hogy igen. Most már úgy igen. Aha. De most külön vagy? Mi a helyzet? Most így mit csináltok? Hát hallgattam az előző hölgyet, és így felállt a hátamon a szőr egy picit. Tudom, mindig együtt, és borzasztóan szeretjük egymást. Nagyon szeretem őt, ő is szeret engem, de így külön. Tehát, hogy én benn vagyok a házba, ő kinn van az udvaron, ő elmegy horgászni, én elmegyek a barátnőmmel, én elmegyek bevásárolni, ő intézi külön a dolgait, tehát hogy ilyen 0-24-ben együtt legyünk, az egyszerűen soha, semmilyen formában nem látszik. De együtt laktok, tehát egy helyen laktok. Együtt lakunk, együtt is alszunk. Tegnap még így volt, tehát hogy hazajött meg, tehát hogy igen, abszolút. Nem is utáljuk egymást, nem is alszunk külön ágyba, tehát semmi probléma nincs a kapcsolatunkban, nem is öljük meg egymást. De nekem is van szükségem külön térre, és neki is, és hogy ez működjön, szerintem hosszabb távon mindenképpen arra van szükség, hogy én hagyom őt, elmegy horgászni, egy héten keresztül ülnek egy csónakba, és himbálóznak a haverjaival, egyszerűen ezt én nem tudom hova tenni, egyfolytában pofáznénk mellette, videót néznék, és ilyenkor mindig olyan csúnyán nézett rá még a kapcsolatunk legelején, és nem értettem, hogy én ezzel kit zavarok, és akkor így a halakat színjel, a horgászatnál az persze. Hát az... Igen, tehát hogy csöndbe kell lenni, nekem ez nem megy, ő egyébként az én férjem egy ilyen, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen 190 centi, 140 kilós kopasz tetovált állat, tehát vele elmennék a barátnőim közé, szerintem így falnak menne mindenki tőle, meg ilyen mogorva, borzasztóan, úgyhogy imádom, szeretem, meg ő is engem. De jó a külön, akkor ti arra vagytok bizonyítok, hogy jó a külön töltött idő. Aha. Igen, tehát hogy ezt az együtt rakjuk be a mosogatógépet, meg ilyenek is van. Együtt szednek pittypangot, várjál, együtt szednek pittypangot. Na jó, de csak 3 hónapja vannak együtt. Igen, friss kapcsolat. Nem, tehát hogy ez nem semmiké. Lia, köszi, hogy elmondtad, puszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Normálisak vagytok, 4 éve vagyunk együtt, alig várom, hogy holnap elmegyek a magyar török meccsre. Megnézi sörözéssel együtt. Én azt sem értem, amikor azt hallott, hogy hát az asszony elengedett.
Mi az, hogy elengedett? Mi az, hogy engedélyt kell kérjek a feleségemtől, vagy a férjemtől, hogy valahova elmehessek? Ez konkrét engedélykérés jelent? Vagy? Szó szerint, igen. Igen, elengedett, igen, mert igen, ha ő azt mondja, hogy nem mész, akkor te nem fogsz menni. Hát valóban engedélyt kell kérjenek. Egyes párkapcsolatok úgy bűnködnek, hogy a férfi vagy a nő megkérdezi, hogy elmehetek-e valahova. Nem bejelenti, nem egyeztetnek közös programot, hogy akkor kivigyáz a gyerekre, vagy logisztikáznak, hanem nem, engedélyt. Csak az, hogy az asszony nem engedett, akkor az azt jelenti, hogy ő nem megy. Igen. Hát nem a demokrácia a jellemző, hanem általában a diktatúra. Hát ott valószínűleg a férj megérdemli, hogy, tehát hogyha valaki ennek alárendeli magát, akkor ő megérdemli azt a sorsot, hogy ne engedjék el, érted? Tehát ez két ember kell. Tehát itt nem csak az a hibás, aki nem enged, az a hibás, az is hibás, aki belemegy ebbe a játszmába, nem? Tehát ez hát kettőn áll a vásár, ez az uralkodok, mert te hagyod magad, hogy én uralkodjak rajtad, hát vagy igen, pont fordítva. Jó, tehát, hogy ez igen, csak ami aranyos a kapcsolat kezdetén, hogy jaj, Mucika, akkor engedjél már el a haverokkal, jaj, jól van, Mucika, menjél el. Ez aranyos, de 10 év után már ez nem jó, hogy engedélyt kell kérni, tudod? Nincs saját életed, véget ért. Azzal, hogy elvettél valakit, vagy hozzámentél valakihez, ezzel, én azt látom, hogy egy csomó családban, párkapcsolatban ezzel véget ért a saját élet. Hogy ők onnantól kezdve, mi két fél voltunk eddig, és most vagyunk egy egész. Elmiszte a fenébe, de hogy lehet, hogy fél. Én egész vagyok, Juli. Így is. Hát olyan furák az emberek. Menjetek, de jó bizonyos francba, mit tudtok ti erről? Én azért égetem a hátsó ködlámpát reggel, hogy amikor eljövök, lássam, hogy ott maradt. Hogy bevilágítson. Igen, hogy még látszódjon az árnyék az asszonynak, hogy a párjának. Na jó, van, jövő mindjárt. 2 percben 8 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, itt reggelt vagyunk. Hello. Na most mondjátok meg nekem, félre lépett ez a Vilmos, vagy nem lépett félre? Mi történik Katalin herceggel? Hát, vagy nem az a hercegnővel? Katalin herceg. De ez a Vilmos, ez egy olyan jó svárdájú gyerek, ez nem ez a félre lépés. De állítólag válságban a házasságú Katalin már nem hordja a karikagyűrűt. Hogy néz ki egy Vilmos herceg? Hogy tud félrelépni Vilmos? Igen, hogy néz ki egy Vilmos herceg félrelépés? Ott van egy ilyen kis aranyos néni, aki takarítja a 16. századi Versailles-ból rabolt királyi ékszert és egy komódot, és azt mondja Vilmos... Jaj, leesett a tolseprűm. Igen, valószínűleg egy afrikai bevándorló, rabszolga sorsba takarítani. Mögé söndörödik. Igen, bér takarítani, tehát hol tud Vilmos félrelépni? De állítólag válságban a házasság, Katalin nem hordja a gyűrűt, mert hogy Vilmos valamit elkövetett. Hát mi történik itt, én kérem szépen? A logisztikáját nem értem, hogy hogy tudom elképzelni. Jaj, igen, Juli, hogy lépnek félre a nagy emberek? Van bizalmi embere. Mi van két komornyik, aki kicsempészi őt a házból, vagy becsempészi a csajt? Hát nem komornyik, ennél valószínűleg magasabb beosztásban van. Aki a herceg csipcsup ügyeit intézi, egy abszolút bizalmi pozíció, ahol, hát valahol ebbe a bizonyos pajzsba egy kis rés azért csak belekerült, és itt kiszivárgott az információ, vagy a hölgy, akit, mint megtudtam, Róznak hívnak, Róz szivárogtatott információt. Persze, ők bérelnek lakást, ők ültetik a herceget a lesötétített autóba, pokrócot borítanak a fejére. És tud egy félrelépés, hogy 8 ember, és akkor az nem derül ki évekig? Hát, tehát, hogy ha félrelépsz, egyértelmű, hogy megy. Előtte kap egy nagyobb fizetésemelést a kedves barát. Vagy elviszi a limuzin Vilmost valahova, ahol kiszáll, vár egy ház előtt, Vilmos bemegy, visszajön, beül, és azt mondja, mehetünk, és a sofőr hazaviszi. De lehet, hogy náluk is vannak itt, elmennek egy partira, mondjuk ott van két, és itt volt Róz is. És Róz telefonszámát valamiért megkapja, beszélgetnek, tudod, kétennek semmiféle jelentőséget nem tulajdonít, és aztán este, amikor bemennek a WC-re, bevonul Vilmos, akkor elkezd SMS-ezgetni Rózzal. Lehet, hogy tök klasszik módon zajlanak. Lehet, hogy teljesen klasszik, de most már az, hogy Katalin eltűnt egy orvosi beavatkozása, elvonulása, kivonták a forgalomból, de most már az, hogy Vilmos szeretője lehet, hogy gyereket várt. Tehát az angol bulvár sajtó gyerekek, hát most nyakik benne én van. Már azt is hallottam, hogy két már nem is él. Hogy azért tűnt el, igen, eltűnt ugye a sajtó elől, nem tudok, hogy betegség, vagy elvonulás, vagy valami műtét, de hogy eltűnt hosszú napokra, vagy hetekre, de hogy... Most megragadta a lehetőséget. Igen, de van ez a Lady Róz, ez a Lady Róz. Igen, Lady Róz. És ki a Lady Róz ebben a történetben? Lady Róz, kérlek szépen, Lady Róz, egy bizonyos David George Philip, 7. márki, feleség. Ó, tehát akkor ez egy... Állítólag az a pletyka, hogy a márkitól most ő válik. És közben gyereket vár Vilmostól. Gyerekek, ezen a királyi családon itt valami átokult. Tehát szegény Diana, ugye azt a Károly meg a Kamilla félrelépés. Na most ez a jó lelkű Vilmos,
a kis Harry, aki közben néha a náci egyenruhába öltözött, és bemasírozott egy jelmezbálba, de ő legalább vállalja, hogy egy kicsit renitens, nem? Na de ha félrelépsz, akkor nem egy teljesen más nővel lépsz félre. Ugyanazt hát keresed. Hát tök ugyanúgy néz ki ez a Rose, mint aki. Keresed. Ugyanazt keresed. Valahogy ez így megvan írva. Tehát amennyire boldogtalan volt Diana is, nem? A párkapcsolatában, amíg le nem lépett ugye a Dodi, vagy hogy hívják, Alfajed, vagy ki volt az egyiptomi. Alfajed, igen. Addig Károly mellett boldogtalan volt. Na most ugye, nagyon hasonlítják ugye Katalin most Dianához, hogy ugye megjelenik Vilmos mellett, de baromi boldogtalannak tűnik, és hát lehet, nincsenek közös hobbiaik, biztos erről van szó. Nem hallgatták az előző megszólalást. Igen, nem mennek együtt. Igen. Szóval ebből borzasztó nagy börtön ez az egész, nem? Ott ez a királyi családi lét. Ahogy ezt látod is abból, hogy mindenki szabadulni akar, micsoda fókusz, micsoda figyelem, állandóan lesifotósok, sajtóanyagadban, semmit nem tudsz venni, csinálni, menni. Szóval az egész egy ilyen gyermeki álomnak tűnhetett ez Katalinnak, de szerintem most arra realizálta, hogy azért ez egy a saját maga börtönét építhette ezzel föl. Egy fél szabad pillanatod nincs, amiről ne akarna mindenki tudni. Egy fél szabad pillanatod nincsen, amikor félreléphetnél. Úgy rendesen. Igen, de nem Katalin lépett félre, úgyhogy neki még óriási akár logisztika. Lehetne is. És logisztika, ezt megcsinálni? Szerintem borzasztó logisztika, és én folyamatosan attól rettegnék, hogy lebukok. Hogy eltesz a királyi család lábalól. Hát is, ahogy a saját fiúkat. Vannak teóriák, hogy Diana-ékat is igen, mert hogy nem nagyon tetszett nekik a Dodi Alfajedes házasság, vagy hát legalábbis szerelmi kapcsolat, ami volt. És tehát Károlyjal csak rájuk kellett nézni. Hát borzasztóan boldogtalanok voltak együtt. Hát látták közös fotót róluk, hát ez két ilyen különálló ember, a nem? A testbeszéd hallod az összes képen, egy pillanatnyi intimitás nem volt. Semmi. Hát azt láttad, hogy olyan boldogtalanok, hogy az valami elképesztő. És akkor, ha most bebizonyosodik, hogy Rózzal volt egy kis etyepetye, akkor a kétnek gyakorolnia kell a megbocsátást. Tehát őnek ilyen hát kell a gyereke, adnia, hogy... A gyereket már is meg akarja tartani, azért az meleg. Ja, hogy a Róz vár. A Róz azt mondja, hogy a Róz szeretné megtartani. Lesznek egy szép nagy mozai család. Ja, költözünk össze, mondja Vilmos. Igen. És akkor még Harry is visszatérhet. Ugyanolyan emberek gyerekek, azért ez ebben látszik, hogy ugyanúgy küzdenek mindenfélével. Hány éve vannak ők együtt? Mennyi? Maximum 10. Az nem tudom, az igen. Tök mindegy, attól ez becsúszható. De ugye Károly csalta Dianát Kamillával, de közben a Diana is félrelépett már a házasságából, titkos viszonya volt ugye a Dodival. Tehát ez egy ilyen családi kavarás, hogy mindenki mindenkivel kavar. És ott ugye kellett lenni beépített embernek ott is, és mi van, ha a Diana-nak is, meg Károlynak is ugyanaz volt a beépített embere, akkor mit csinálsz? Aki szivárogtad? Igen, hát tudod, mind a kettőnek bizalmi ember, nem, aki intézi nem, a félrelépést. Aki intézi. És akkor úristen, most a Károlynak intézem, jaj, most a Diana-nak. Van egy saját szobája? Te például mit mondaná otthon? Hogy lépnék félre? Igen. Na, tessék, megjön életet, hapsia, akár egy alkalmas, akár több alkalmas. Tételezzük föl, hogy megtörténne a dolog. Mit mondasz otthon, hova megyek abban az egy órában? Itt kezdődik. Aztán hova megyek, ugye? Tehát kell intézni valami kis helyet, ahol ezt elintézitek. Kell valami álcát találni. Szerintem az egy egészen másik lelki állapot. Tehát, hogy ha ezen már komolyan gondolkodsz, akkor utána tudsz úgy állni a párod elé, hogy bele tudsz hazudni a szemébe. Én nekem most még nem tudom elképzelni azt, hogy a Miró neve nézre rajtam, hogy kamuzok. Igen, hát rajta nem lesz kellett. Nem, tehát, hogy kiborítanád a poharat, leöntenéd magad teával, elbotlanál a küszöbbel, tehát, hogy mire megérkeztél, már látja, hogy valami nem oké, és nagyon vörös lenne a füled. Én egyébként azt mondom, hogy szerintem hát most a Miró ezért meg fog kövezni, de hogy mindenki vihető. Tehát, hogy szerintem mindenkinek van a párkapcsolatában egy olyan pillanat, egy olyan mélypont, egy olyan rossz passz, amikor ha valaki akkor abban a pillanatban érkezik meg, akkor bárki kirángatható egy a legjobb kapcsolatból is. Tehát nekünk még nem jött el ez a személy, vagy hát én legalábbis nem tudok róla, hogy megtörtént volna bármi. Há, vagy nem vagytok mélyponton. Vagy nem vetted észre. Nem, én biztos nem. Nem, engem nem nézed. Nem, de azt hiszem, hogy hozzáállása. Lángolna a füle, tudod. Nem, de azt hiszem, hogy egyébként, hogyha nagyon akarnám, akkor meg tudnám teremteni a módját. Kamúzna, hogy megyek Pilátesre. Jó, kicsi, miért nem viszed az edzést, tud cuccodat? Nem, akkor legyen szépen felépíteném, vinném a cuccomat, és foglalnék egy szállodai szobát valahova. És figyelnél arra, hogy nedves legyen a tucc, amikor visszajössz? Azt hittem, hogy már... Nem, hát hogy ugye, Miró meg oda menni, és hát száraz ez az edzés, tucc, kérem szépen. Tehát kész, valahol kimakott. Én téged úgy látlak, hogy belépnél visszafele vajjal a füled mögött, mondom, megbotlanál hirtelen a küszöbbe, nagyon vörös lenne a mellkasod és a füled, és kettő mondattal szólnád el magad. Tehát, hogy
Tehát én ezt nem tudom rólad feltételezni, mert hogy... Az van, hogy én... Bridget Jones-ba nyomnád ezt is. Ha én hazudok, az általában látszik. De ha már, de az egyébként elég jól látszik. De ha abban a lelki állapotban vagyok, hogy én félre akarok lépni, tehát vagy valamit el akarok sumákolni, akkor én tudok úgy hazudni, hogy azt senki ki nem szúrja. Tehát, hogyha én már eljutok odáig, hogy egyszer félrelépjek, akkor én ezt meg tudnám úgy oldani valószínűleg, hogy a Miró ne jöjjön rá. De én még nem jutottam el ebbe a lelki állapotba. Tehát, hogy most még azt érzem, hogy valószínűleg lebuknék, hogyha itt most én kitakszolnék. Jó, miben hazudtál szemreben is nélkül eddig? Hogy új ez a cipő? Nem, ez már megvan régóta. Ez a táska, ez a kabát. Rágám, hát évek óta itt van. Igen. Te húztad meg a kocsit, te podcastál le? Igen, megint van egy nyomás a csomagtartón, tudsz valamit róla? Ne, semmi, a vonóhorog el van görbe, semmi, nem tudok semmit, igen. Megyek sétálni egy kört a palotába, az inum 2 óra, sok minden elég, mondja műségként. Igen, levágom a buxust. Megcsalás, gyerekek, annak is örülök, ha eljutok horgászni. Basszus, tegnap volt pilát eszen a feleségem, vagy mégsem. Na, szagolgass meg. Akkor az edzés cuccot. Igen. Te elmehetsz motorozni például. Te simán átmotorozod a szomszéd faluba. Neki támaszolod az agárdi sövénynek, a nálasnak a motort. Ott áll a mocim agárdon a Kossuth Lajos 12-nél. Attól félsz, hogy lefotózzák a mocidat? Hát és a béka viszi mondjuk, nem tudom, a somát valahova. Hát ilyen, ha már férjétek, hogy ne agárdon a sustnyásba, nem tudom, a diszkó mögött. Tehát, hogy akkor azért az... Tehát ez egy viszonylag kis község azért, bár hogy ott, ott van a motorod letámasztva, te meg valahol bent a sustnyásba kolbászolsz, azért az nem annyira szerencsés. Mik a jó félrelépés kritériumai? Elég messzire kell menni? Készítsünk fel! Írjuk össze! Van valami, Juli? De hogy nem, mit kell csinálni ahhoz, hogy ne bukj le? Akkor kell elmenni, amikor a férjed dolgozik? Vegyek ki egy szabad napot? Kiveszel egy szabad napot? Hát ha a férje hát dolgozik, és ő napközben tud menni. A férjem azt hiszi, hogy elindultam dolgozni. Igen? Neked azt mondom, hogy ma, nem tudom, nyomorrontást kaptam. Oké, hát innen a legkönnyebb hiányozni. És a Zsűl se jön be. És hol van Juli? És hol van Zsűl? Igen. És aztán, igen, valahol rátok nyitnak egy búvóhelyen, és megírják, hogy másnap reggel jön az SMS, hogy nem Julit láttuk a Fogarasi úton, a búvóhely, nem tudom, 123-ban, egy fura csávóval, egy hondás csávó, vagy milyen autód van? Honda? Nem. Citroen. Ja, Citroen, igen, és beülnétek ketten. Szóval, azért szerintem ti azért sem tudtok félrelépni, mert egész egyszerűen folyamatosan attól rettegnék, hogy ki kap elő egy telefont, és nyom fel téged valamilyen platformon. Mit keresett Sebestyén Balázs a Gellért szálló parkolójában? Egy üzleti megbeszélésem volt, de... kérem szépen. Pont a Gellért szálló egy ilyen öreges, szafürdős, öregszagú, naftali szagú helyre megyek, ez jutott nekem a Gellért szálló. Én nem bukok le, mert engem nem ismernek, engem nem nyom fel senki, de titeket ismernek, tehát ti nem tudtok tilosba ezt menni. Ezt rohadt jól látja a Juli, ezért kell biztosra menni. Na mi a biztos? Belülről, hát belülről belső kell. Ember. Belső ember. Anna. Balázs. Mi a belső ember? Anna egy kicsit földobta magát. Balázs, tehát a belső ember a stábon belül, stábon az a belső belül. Ember. Hogy derül neki? Hát, gyerekek, előbb-utóbb ezek kiderülnek. Előbb-utóbb, gyerekek, ezek kiderülnek, nem? Az furcsa, amikor a csapatépítőre úgy mentek el, hogy csak ketten vagytok ott. Hol vagy? Csapatépítő. Vagy már a megszokások dominálnak az életünkben. Jó, ha elmész, a jóga cuccodat izzad le, vagy vizet le. Csináljátok a jóga cuccodat. Ne legyél amatőr. A víz nem jó, az nem büdös. Ki az, aki átaperolja a feleséget cuccait? Na majd figyeld az SMS-eket mindjárt. Aki hogyan bukott meg, és amire nem gondoltam, és a párom, a férjem vagy a feleségem mire gondolt, na mert férjem sem esetlenek. Hát te elmész edzeni, és hazamész egy tök száraz edzés cucca. Én szerintem arra nagyon sokan rányulnak, hogy figyelj, akkor nézzük meg, hogy ahol kétel van, ahol gyanú van, ahol felmerül. Nyilván most te látom magam előtt, hogy magas térdemelésben futok az ajtó előtt, és úgy lépek, hogy hogy kicsináltam. Vagy a joga cuccba szexelsz, hogy beleizzadj. Tehát, hogy bocsánat, hogy mit csinálsz, felöltözöm, hogy legyen egy kis folyadékvesztés. Hát ahol már kétel van, vagy gyanú, ott miért ne nyúlna rá a fér, vagy miért ne nézné meg a feleség. Ne legyen gyanú. Hát igen, van ismerősöm, aki hallottam, nem is ismerősöm, igazából hallottam, igen. Hogy úgy bukott meg, hogy az autóba bonyolítottak bizonyos dolgokat, és a hölgyikének a tappancsa az ott maradta, és bepárásodott az ideg. Júj, de jó, de ez nem csak ilyen városi legenda? Nem, ez nem városi legenda. Tehát felnyomta a csaj az ülés a szélvédőre a lábát, kicsit bezsírosodott az üveg, és amikor bepárásodott a kocsi, akkor ott két tappancs. De 36-os tappancs, tudod? Tehát nem is az, hogy tetted föl a lábad. Bár az is véleményes, hogy te miért teszed föl a lábad. Hát és megjelentek meg a lábnyomok? Hát meg. Keressük már meg, gyerekek, a legbanálisabb, legdurvább, legaljasabb,
legbénább, undorítóbb lebukást, ami... amire nem gondoltam. Hát, ugye, volt olyan hallgatónk, aki elmondta, hogy neki a barátnője a biztonságjövet szagolgatja. Ugye? De ez a féltékenység téma volt, mert ott ugye a csaj, ha beköti magát a biztonságjövel, és be van fújva, lehagyja a szemellenzőt, de a biztonságjövet megszagolja. De nem vihet senkit abba az autóba. Hát egy ilyen típusú féltékeny nőnél ez már borzalmas. Nagyon kérdéses, hogy miért ülni a kocsitban. De gondolod, de beszállsz és végigszagolod a biztonságjövet. Nagyon beteg. Hát azért ott az Sherlock. Hát mi Ferivel hogy... laktárba mentünk együtt. Na jó, és oké. Milyen jó volt. Hát az úr. És akkor szagolgatná a béka mondjuk az övet, mert mondjuk ott ültem, vagy hátul meg a Barbie. Tehát, hogy? Milyen beteg emberek ezek? Nagyon. Nagyon. De miért voltak ott is tappansiamok a buszon, amikor visszajöttetek? Tehát az kívül. Jó, hát. Ez nagyon banális, ez nagyon amerikai filmes, ez a lábnyomok jelennek meg a ködös szélvédőn, de el tudom képzelni, simán. De van ilyen, hogy ott vagy a kocsiba, a Tesco parkolóba valahol, és kopognak, tehát hogy ez így létezik, és kopognak, tehát hogy és ott áll az illető, tehát, vagy a legebben ez egy banális lebukás, tényleg ez a lábnyom, erre nem gondolsz. Tehát ez... Akkor már csak kiveszel egy szállodai szobát, nem? Ha már félre akarsz egyszer lépni. Kétszer, legalább egy szarvas bőrtörlő csak valahol. Van nála, nem? Áj, de okos! Hát akkor lesérték, hogy azzal állítólag jól legyen. De figyelj, vannak nagyon durva lebukások, figyelj, mi úgy buktunk le, hogy a kutyám odafutott az idegenhez, és nagyon örült. Hát akkor... Teljesen banális. Tehát, hogy várj, akkor ők ment a párjával, vagy a férjével feleség, és oda szaladt egy valideg, ez megszagolta a kutya, és akkor a kérdéseket, tehát, hogy ő ki. Tudod, csofácsóvállás. Kolbász van nála. Nem? Vagy... Meg lehetne magyarázni, akkor nem, ha megszólítod a kutyát. Mert, hogy jaj, engem minden állat úgy kedve, azt mondod, hogy hello, blökikém. Miért ugat Wulfi? Igen, a nevelő szülei hallottak. Igen. Én bérelek egy garást, figyeld, most jönnek a nagy lebukások, meg a nagyon ravasz házasságtörők. Bérelek egy garást, benne ponyvás utánfutó, abban matrac, fűtés, full. Megőrülsz, garást bérel, benne ponyvás utánfutó, abban matrac, fullos fűtés. Azért az a biztonsági rendszer azért működik. Ponyva, garázs, plató utánfutó, és még azon is van ponyva. Van olyan haver, akit meg tudnátok arra kérni, hogy falazzon nektek? Tehát, hogy azt mondjátok, hát hogy csak van egy ilyen vagyunk. Jó barátom. Szerintem a csajoknak is van barátnő. Be tudjátok gyúrni arra, hogy ha esetleg, ne agyisten, érdeklődnöm férjem vagy a feleségem. Én szerintem erre nem kell gyúrni. Miért? Hát a barát kötelessége a barátnő. A barát kötelessége. Hát, ahogy a barátnő is fel az a barátnőnek egy jó, nem a barátnő nem a férjet fogja nézni, vagy a párt, hanem azt mondja, hogy figyelj, nekem te vagy a fontos, én téged segítelek. Szemét dologba veszel részt, de szerintem ez alapvető bajtási kötelesség. Most egy barát azt mondja, hogy nem segítek, vagy egy barátnő azt mondja, hogy figyelj, nem, hát te vagy a barátnője. Hát, ahogy a lányok is megkérhetik a barátnőjüket, vagy a jó barátjukat, hát szerintem a csajok is falaznak, a pasik is falaznak. Talán a férfiaknál ez a fajta ilyen összetartás, ez erősebb, de hogy szerintem ez nem, tehát ez persze. Te neki elmondod, hogy hülyeséget csinálsz, szerintem ne csináld, nem, jó, mit tudom, én elmondod, de utána, ha megkérek, nem fogod azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy... az bukik le inkább, aki túlszervezi? Készülsz valamire, Júli? Sokkal kérdés. Te hoztad be ezt a témát, ne haragudj. Olyan vagyok, olyan vagy, mint Sherlock. Miért jegyzett ez bőven? Mi az a kockás füzet? Ezért szeretem ezeket a témákat. Konkrétan az az érzésem, hogy te valamire készülsz. Igen, de most nem is tudja, hogy milyen jó témát adott nekünk. Szóval mi volt a kérdés, hogy van-e olyan... Hogy nem, hogy aki túlszervezi, az bukik le? Mert van, akinek egyébként csak azt kell, be kell ülni a kocsiba. Szerintem ez megint párkapcsolati dinamika függő, nem? Van egy gyanú, milyen állapotban a párkapcsolatotok? Váratlanul jött-e az a viszony? Hogy vagytok? Mennyire van megcincálva a kapcsolatotok? Mennyire gyanakvó vagy nem gyanakvó a férjed, feleséged? Mennyire vagytok őszinték? Mennyi szabadidőd van, nem? Hát azért ez megint sok mindentől függ, nincs egy ilyen arany szabály, hogy ez hogy működik. Úgyhogy jól mért föl a terepet. Azt mondom, jól mért föl. Egyáltalán nem gyanakvó lehet, hogy... Tessék? Lehet, hogy ő megy tilosba folyamatosan? Hát, az igazán féltékeny feleség fél, az még kilomra? Szegezd neki ma a kérdést. Volt egy műsorunk, megcsalsz? Hát tényleg. Megmondtam, Juli, ne hozz haza a munkát. Megmondtam neked, ne hozz haza a munkát, igen. Jobban járunk, hogyha nem tudom meg. Igen. Ilyenkor minden barátnő rögtön összetart szó nélkül. Szinkronicitásban ugyanazt mondják, összebeszélés nélkül, ebben verhetetlenek a nők. Látod? Hát ezt mondom, hogy a csajokat azért nem kell félteni, tehát nem mi gonosz pasik tartunk össze, hogy na a barátok milyen aljasak, hogy ebben szerintem azért a nők is tudnak nyilván összezárni. Hát persze.
De az szerintem az egy barátnő feladata. Hogyha én téged boldog, töntsél te az életedről. Igaz. De ha te téged ez boldogát, ez, akkor én nem azt, nekem nem mérlegelnem kell, hogy én falazok-e neked, vagy nem. Ez egy felnőtt ember, vagy segítek, amiben tudok. Old meg, de számíthatsz rám. Nem hülyeség? Az én barátnőm. Lojális árul azt kell, hogy hát én nem veszek részt. Az én barátnőim boldog házasságban élnek. Ezt őket mondják legalábbis. Őket kicsit rosszabb érzéssel kérném meg. Jó, Anna. Igen. Julikám, itt vagyok rendelkezésedre. Igen, na jó, Anna, én figyelj. Na jó, Anna, figyelj. Tudod, mit csinálok szombaton 2-től 4-ig a Komjádi úszodába, úszom veled. Veled vagyok. Utána szaunázik. Megyünk a súlyfürdőbe át a Gellértbe, érted? Este 7-kor ott vágyunk vizes hajjal a Gellértbe. Csinálunk előre fotókat. Igen, meg előre belépőjegyeket. Hát van erre cég, aki ugye ezeket pénzért adja, alibit biztosít, ugye? Ó, egy ilyen ügynökséget kell elérni. Bizony, aki igen. Ugye... Van ez. Megszervezik persze is légyottot. Persze már van, igen, mozi jegyet, mindent ad, amit szeretnél. Átmentünk a párom barátnője, ez elvileg én még sose jártam. Ott a telefonom automatikusan felcsatlakozott a wifi-re. Hát de béna vagy. Tagadhatatlan volt, hogy én még sose jártam. Tagadhatatlan. De ez mi? De ezt nézi. De ezt nézi a telefonot, hogy felcsatlakozol a wifi-re. Ó, nem, hát ez hülyeség, hát... Oktató vagyok. Bármit rá tudok fogni a tanulóimra. Soha nem gyanakszik semmire, mert az összes hajszál a tanulóké. A női parfüm illat szintén a tanulóké. Az a kocsi valószínűleg látott már csodát akkor. Tehát abban a kocsiban nagy dolgok történnek. Jó, de most várjál, most akkor arra írok, hogy ki milyen fatális véletlenül bukott meg, vagy ki hogy csinálja. Tehát melyik érdekel jobban, Júli? Miből tudsz tanulni? Igen, miből tanulsz jobban? Miből tudunk jobban továbbképezni? A ki hogy bukott le milyen véletlen által, szerencsétlen módon, mint a kutya oda ment, vagy aki, kinek mi a technikája, és hogy csinálja? Nem, hogy csinálták, mert ha leírják, hogy hogy buktak le, azt bevonzom. Nem akarok lebukózni. Nem, Miro, nem készülök semmire se, Balázs. Most meg nem hallgat. Nem hallgat. Vagy éppen valószínűleg van valakivel. Én ott van ül egy cigivel a szájában. Óriási menet volt. Indulok, a fix idő 6-tól 10-ig. A 6-tól 10-ig. Micsit bekapcsolod a rádiót, hallod, hogy ott van. A fixen nem tudsz megbukni, mert biztos, hogy benn van a rádióban, hiszen nem hallom a hangját. Olyan, miért olyan barátságos mindenkivel, de most már kezd beszélni. Igen. Ja, Istenem, egy ismerősöm úgy bukott, hogy lefotózták egy autómosóban, tuta nélkül a csajjal, és az volt a reklámfotó a lift reklámokban. Oh, Jézus oh. Mária! De ezt nem tehetik ki engedély hát nélkül. Most már nem. És ott ülsz mosolyogva. Használja ön is? Egy új csajja. A mátyásföldi autómosónkat. Igen, eső garanciával. Jó, de durva. A házi buliban voltunk, mikor kiment, a haverom kiment cigizni, mikor visszajött az orrától az álláig, a bal fülétől a jobb füléig csillámporos volt az arca. Nehezen magyarázható. Az egyetlen csaj, akinek csillámporos volt a dekoltázsa, nem a barátnője volt. Azt a mindenit. Na írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát akkor kettő darab banális, véletlenszerű, orbitális bukó, jó? Illetve hogyan kell ügyesen. Igen, igen. Kinek mi a pálya? Jó, a leszálló pálya. Ki hogy csinálja? Jövünk mindjárt 8:30 pontosan. Balázsék a Rádió Egyen! Itt vagyunk, 3:09 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Vilmos Herceg állítólagos szeretője tartja lázban ugye a brit bulvár sajtót, Lady Rose Hanbury, így hívják őt. És mi is. Igen. Nekem a Rose az annyira Titanic, hogy azt el nem tudom mondani. Tehát az a Jack és Rose az ugye az örökre. Rose az örökre a Titanic-é. Hát Jéghegynek ment ő is. Jéghegynek ment, elsüllyedt. Igen. Jack Dalsom. Így hívták, ugye Jack Dalsom, Jack és Rose, vagy Rose Dalsom. Mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval, hogy... Arról beszélgetünk, hogy Vilmos vagy, hogy tudna félrelépni, állítok, megromlott a házasság, hát nyilván az angol bulvárlapok ízekre tépik őket, ott azért a bulvár meglehetősen kegyetlen, és az úgy másztak bele már kérték, hogy volt a lehallgatási botrány is, tehát hogy a bulvár sajtót odáig tud merészkedni, hogy akár lehallgat celebeket, meg híreségeket. Talán a Sunnak, vagy nem tudom kinek volt egy nagy lehallgatási botránya sok évvel ezelőtt, hogy politikusokat, celebeket hallgattak le. Hát gondold el, hol tartott a bulvár újságírás, és hát erről kezdtünk beszélgetni. És Julinak gyűjtünk ötleteket, aki elmondta, hogy szegény, hát annyira izgulós, és annyira béna lenne, hogy azonnal megbukni, hogy a két téma, a banális lebukás, illetve a ki hogy csinálja, hát mind a két témában vannak jó SMS-ek. Ki hogy bukott meg, vittem haza egy pontyot, azt mondtam, én fogtam, azon buktam meg, hogy nem volt a szája megszúrva. Na mondjuk a itt alapos az asszony. Azért az asszony alapos. Aki ezt átnézi alapos. A halat, hogy van-e szúrás a száján. Eszembe nem jutna ilyesmit csekkolni. Itt is már az van, hogy valószínűleg meleg volt a pite előtte is. Uh-huh. Tudod, tehát, hogy a gyanú az megvolt, aki így átnéz egy pontyot.
pontjat. Igen, 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 igen. Éjszakás voltam, exem pedig reggeles, így egész héten elkerültük egymás reggel, mikor beléptem a lakásba, nem volt a jól megszokott parfümillat, a fokkefeje a törölközője, a mosdókagyló száraz volt, illetve a kávészé sem volt a mosogatóban, a szokásai buktatták le, tudtam, hogy nem aludt otthon. Az én egyik régebbi párom a nagy családi bemutatás előtti éjszakán csalt meg egy munkahelyi bulin, reggel jött értem, és mentünk le vidékre, hogy találkozzon a családommal. A bemutatás után úgy bukott le, hogy ő ment dolgozni, én pedig a lakására, és a szék a konyhából a hálószobában a szekrény előtt volt. A szekrény legfelső polcán voltak az óvszerek, majd a kukában megtaláltam a használt gumit. De egy arrébb tett széken te elkezdenél nyomozni? Ha egy széket nem, volt, nem vitte volna vissza, akkor ha széket visszaviszi, akkor soha nem derül ki. Na, de ha most nekünk, én most hazamennék, és az egyik szék nem ott lenne, akkor te fölmásznál rá megnézni, hogy vajon miért van itt ez a szék? Én megfognám a széket. A szobában is csinálhatná, nekem az se tűnne föl. Igen. Én olyan fura hangot, már elmegyek hajat mosok, nem érdekes, biztos a szomszéd. Igen, valamit csak csinálnak. Igen. Valószínűleg olyan naív vagyok, én fel se tételezném a Miróról, hogy ilyesmit megcsinál. Okay. Az exem elment egy nyaralásra, kölcsön kérte a fényképezőgépemet. Amikor hazért, nem mutatott egy képet, sem arra hivatkozott, hogy kiválogatja a legjobbakat. Egy szoftverrel az összes törölt fotót vissza tudtam hozni a kártyára, nem volt kérdés. Velem egyszer egy olyan történet, hogy moziban voltam, és premier előadás vetítés volt egy magyar filmmel kapcsolatban, ott volt a Híradó, RTL dobókatáikkal, valami riportot készítettek a színészekkel, nyilván pár napra néztük otthon a Híradót, ott sétáltam valakivel. Igen. Közel 15 évig huncutkodtam, nem buktam le, soha, bár voltak rázós helyzetek, mostanában megmondtam a velejáró hazudozás logisztikát, otthon is jó már, és egy ilyen lefelé bígyedő smiley-el. Srácok, több év rutin, az elején az izgalom, az újdonság ereje, és a tudat másnap, mikor letudod, de a többieket nem, és megúszod, mint egy gyilkosság körülbelül, de most jön a de, ez is unalmas lesz az 5.-10. alkalom után. Az önő már nem olyan szép, mint a legelején, a helyzet már teher, és nem tölt fel energiával. Úgyhogy aki csak gondolkodik rajta, hagyja a francba. Úgyis ez lesz a vége. Felhívod, erősen csevegett velem, aztán hírte, aztán letette a telefont, nem nyomta meg a piros gombot, végig hallgattam, hogy tömte a nőt, aztán felvett, azt mondta, a kocsit szerelt. 20 év hűség megérte, mindig nyom meg a piros gombot. Isteni volt kiszabadulni a házasságból, azóta van egy 29 éves pasim. Jó barik maradtunk, de mint férfi az exem hátára se bírok ránézni. Jó a téma, újabb megerősítés, hogy miért maradjak egyedül. Hogy buktam le, saturészegen a haver helyett, szerintem haver helyett az akkori barátnőmnek írtam le, hogy megvolt a csaj. Nem kell nagyon magyarázkodni. 2013 terén elmentem 2 órára, és véletlenül kifordított pólóval mentem haza. Akkor még amatőr voltam. És kifordított pólóba hát bukó. Lemetkőztél, ugye? Az bukó. Hát elmentél 2 órára, hol vetkőztél re kicsit? Általában felem az okni van rajtam, ki van fordítva a pólom, és azt nem a saját kocsimba megyek haza. Hogy a bikini új tetoválás van. Ez nem az én házam, ez nem az én kocsim, ez nem az én felsőm. Maguk kik? Maguk itt a házban, Balázs, ez 2 utcával lejjebb lakik. Ez nem az ön háza, igen. Ja, Istenem, horgászni voltam címszóval, történt a dolog, hazamentem, vásárolt hallal, a blokk a hal oldalára volt ráragadva. Istenem. Jézusom, gyerekek, milyen bukták ezek. A férjem úgy bukott le, hogy SMS-ben megköszönte nekem az előző éjszakát. Nem baj, csak én anyáméknál voltam a gyerekekkel. A hülye, a hülye. És írsz egy nagyon szépet, hogy köszönöm, hogy hú, de jó, hogy milyen jó volt, és köszönöm, és ott alszol a anyádéknál, igen. Windsorban élek a kastély mellett, pont tegnap előtt kéz a kézben Willy meg Kati helyi farmshopban vásárolgatott. Nem úgy tűnt, hogy baj lenne. Próbálj meg felhívni. Ez mekkora, hogy látod őket. Onnan van egy piros, hívjuk már fel, hát tényleg a windsori kastély mellett él. Tegnap előtt látta Vilmost és Katit kéz a kézben. Most ha hazudik, vagy nem, mindjárt utána járunk, fölhívjuk. Hogy látod őket kéz a kézben? Hogy ott élsz, és egyébként látod. De szerinted lementek 10 deka a tepertős pogácsai kéz a kézben? A helyi farmból. Elfogyott a bulgur, mert Kati éppen főzött valamit a gyerekeknek, szerinted? És kiszaladtak. Kiszaladtak venni egy kis, kis gumicukrot is édesen. Finom lisztet, meg kakaót. El tudom képzelni egyébként simán. A haver csaja úgy bukott le, hogy mentünk egy közös ismerőshöz, és ő automatikusan kapukóddal ment be. Na. Mi a tanulság? Igen, mi a tanulság? Nem kell megházasodni. Teljesen egyértelmű. Minden csoda 3 napig tart, és utána nem éri meg kampózni. Megdőlsz mindenképpen. Nem éri meg kampózni? Igen. Ezt írta, hogy kampózni, igen. A potyos pasas amatőr volt, annyit kellett volna mondani, hogy benyelte a horgot.
Na, Juli, gyűjtöttél jó ötleteket? Van már valami? Hm? Fényképezőt nem kérünk kölcsön, kocsiban nagyon vigyázunk a lábnyomra, búvóhelyre megyünk, jó? Wifi és nem megyünk nyilvános filmvetítésre. Ezek fontosak. Ha egyszer eljutok abba a lelki állapotba, hogy megbarátkozom azzal a gondolattal, hogy félre akarok lépni. Igen. Akkor én meg fogom... Várjál, meg a beadlak. Akkor a pofont adok, hogy haladja a másikat. Akkor szerintem olyankor az ember kreatívjá válik. De nekem még bocsánat, nem én kreatívná váltam most. Kreatívvá. Kreatívvá. Tehát akkor megtalálja az útja, módját, felépíti, és gátlástalanul tud hazudni. Csak én még nem jutottam el ebbe az állapotba. Még hát itt a még a jó szó. Nem. Ahogy a magyar tanára mondta, mindig Balázs mond a jó szót. Nem tudtam, soha jó szót. Tehát, hogy... Nekem még nem volt olyan pasi, akire azt mondtam volna, hogy ő miatta érdemes kockáztatni. Hát köszönjük. Vagy volt. Hát, ennyi. Itt ülünk, érted? Súgy le vagyunk húzva a budin. Masik. Aranykalitkába zárt madarak vagyunk, Ferenc. Vergődünk, de ott a rács. Mondom, Gábor. Hogy belső ember. Gábor, jó reggel, csáó. Jó reggel, sziasztok. Kihangosító vagyunk, Gábor, vagy mi vagy? Igen, leveszel minket, mert ez nekünk nagyon, nagyon nem jó. Na, itt vagyok, így na, jobb. Köszi, te tényleg a Windsori kastély mellett élsz? Igen. Én Windsorban élek már 2007 óta, és elég sűrűn látni itt a családi, vagy a királyi családnak a tagjait. És pont tegnap előtt a helyi, hát egy farmshop tulajdonképpen, ami a kasaihoz tartozik, de amúgy simán be lehet menni bárkinek oda vásárolni. Tegnap ők ott vásárolgattak szépen kéz a kézben, utána meg elmentek a gyerkőcéket, megnézték egy sporteseményen, hát le is hozza a helyi sajtó, úgyhogy... De hát amit írtam is igazándiból ennek ellenére ki tudja, hogy mi folyik a háttérben, úgyhogy simán elképzelhető, hogy... De ez tök menő, hogy élik a gyakorlatilag, igen, majdnem azt mondom, hogy hétköznapi életet, tehát nyilván nem az, de ezért ez marha jó. Neked ott van lakásod, tehát rálátsz a kastélyra? Hát azért a lakásom nincsen annyira jó, nem megy, de itt bérlünk egy lakást. Aha. Jó, ott béreltek hát egy lakást. Hát 3-4-5 perc gyalog. És akkor testőrökkel mennek fotósok közepette, vagy Katalin egy kis forrótka, egy kis kosárral, benne tízek a élesztővel, egy kis cipóval a gyerekeknek reggelire uzsonnára, tehát tök normális, a mindenféle kíséret nélkül bemennek a boltba? Abszolút. De igazából ez a shop, ami ez magának a kastélynek a területén belül van. Viszont teljesen bárki oda mehet, és ugyanúgy vásárolhat. Ez egy helyi farm shop, igazából próbálják a helyi farmereknek a cuccait árulni, de mindenkinek. Oké, akkor lenne egy küldetésem. Szedd fel Katalint. Melyre Katalina? És mondd el, milyen volt. Oda mennek hozzájuk az emberek, vagy cseszegetik őket, vagy halálnyugodtan be tudnak vásárolni? Igazából nem mennek hozzájuk oda. Van természetesen van körülöttük testőrség, de ne úgy képzeld el, hogy rájuk vannak tapadva, hanem mondjuk ott téblából egy másik ember, onnan szólt, hogy ő a testőr, hogy van a tülében egy tüles. Ja, értem, csak hogy messziről követik őket. Aha, ja, de hát ők annyira normálisan elvegyülnek az emberek között, simán lejártálnak a fő utcára vásárolva, és a többi. Ugyanúgy annól még a néhai királynőt is ugyanúgy lehetett látni többször bent a városba. Aha, ez tök jó. Lennek kutyakajáért. Igen. Ja. Te mit csinálsz ott kint, vagy dolgozol ezen a farmon, vagy csak ott bérelitek a lakást? Nem, én fogtechnikusként dolgozom, nem lesz Windsortól, már elég régóta, de én csak ott élek Windsorban a párommal és a gyerekemmel. Aha. Igen, ez egy nagyon szép park egyébként, nagyon nagy kiterjedés, nagyon jól néz ki. De valószínűleg itt írja valaki, hogy 20 testőr követi őket messziről, meg egy sima vásárlás is egy komoly procedúra, csak nem éreztetek, hogy ott dolgozom. Pont amit mondtam, ugye nem lehet nagyon látni, hogy testőrök követik. Aki nagyon füles, meg éles, az látja, hogy ott van egy-két emberke, aki nagyon jól van öltözve és füles van benne, úgyhogy valószínűleg ők a testőrök. És biztos, hogy két volt, nem lehet, hogy Róz volt. Tényleg Róz, igen, jól láttad, hogy kéttel ment? Figyelj, Rózt nem ismerem még, de hát, hogyha esetleg majd a bulvársajtó kinyomja őt is, akkor lehet, hogy jobban látni, de nem természetesen kész volt. Ti írja valaki, tök igaza van, szerintem ezt úgy kell elképzelni, hogy a vásárlók is testőrök. És akkor azt mondják, hogy mint a Truman Show-ban jönnek, vásároljatok, kezdjetek el vásárolni. Hogy így ezt a normális életük igen, van. Nyúlj a kenyérért, dobd le a kenyeret, mondd meg, hogy ez nincs megsülve. Igen, és a mindenki, aki vásárol, és sorban a néni, a bácsi, a gyerek, mind testőr egyébként, és a két és a Vilmos, azt hiszik, hogy halál jó életük van, végre ki tudnak menni vásárolni, mindenki beépít. Mindenki Truman Show-ban van. El is lehet fogalmi. Na jó, van, Gábor, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én köszi, sziasztok. Ciao, hello. Hello. Na, hát akkor most akkor tőlünk tudja meg először a sajtó,
akár minden rendben van, Vilmasos Katrin. De várját, ilyenkor, ha meg akarod nyugtatni a bulvársajtót, akkor megfogod a párod kezét, lementek, vesztek 10 deka élesztőtnek, és Párizs is. Kivonultok, igen, megsimogatjátok a gyerek fejét, kicsit még csókolóztok is. Így van, veszek itt 20%-os ecetet az ablakmosáshoz. Biztos vannak ilyen beépített paparazzi. Ja, paparazzi, igen. Aki elcsípte a fotót, ahogy éppen két megcsókolja a férjét, a túrót, ez le van szervezve. Kicsit fordulj erre. Most kicsit boldogabban. Belóg a pelenka. Ez cuki, ha ők tényleg még lemenek így együtt vásárolni, akkor az egyébként tök cuki. Hát most dugod félre, mit cukizol? Nem, hát de most vezek el, most vezek el, érted? Hát most lehet, hogy két nagy vágya volt, hogy egyszer menjenek ebbe a farm shopba együtt, és most Vilmos így próbál egy kicsit vezekelni. Ja, egyértelmű, hogy félredugod? Tehát ez akkor már így, tehát leírja az angol bulvársajtó. Nem zörög a haraszt. Nem zörög a haraszt, hanem. Hanem fúj a szél. Miért hozták volna össze ezt a, ahogy az Eszter tenap fogalmazott, a visses kéttel, nem? Igen. Úgy néz ki, Róz. Igen, Róz. Egyébként van benne valami kétes, nem? Egy kicsit, vagy így hasonlít, csak egy kicsit, nem tudom, fiatalabb. De... Barna, és nincsen álla. Barna, és nincsen álla, igen. Na jó van, ott mennyi a fogászati várakozási idő, kérdezi? Röviden, főleg, ha a királyi családtagja vagy, akkor nagyon rövid. Igen. Júli, az MG ajánlatát sem fogadtál, nem, hogy egy pasi ajánlatát. Igen. Volt feleségem, úgy bukott le, hogy azt mondta, a hétvégén csajos hétvégét tart, elmennek valahol a barátnői tervvel, természetesen az én autómmal. A baj az volt, hogy kaptam egy gyorshajtási fényképet a rendőrségtől. Ezek mennyire banális lebukások, Jézus. Igen, de odaadod a kocsit, a teszedbe se jut. És akkor mondja, hogy nem tudom, veszprém vannak, és jön a büntetés való az M3-as. Nem fogyott, nem? Annyi benzin. Azért ez kell. Na, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után vagyunk 5 perccel. Ide valaki, hogy pont ezen megy a vita, hogy itt a kis farm shopba vásárolnak, hogy ez nem is két volt, hanem valami dublőr. Valami dublőr volt ám itt a Vilmossal vásárolgató kis leányzó, úgyhogy hát itt hosszasan boncolgattuk. Ugye, hogy itt dublőr van ám a dologban. Akkor két nem mondaná azt, hogy hello, az nem én voltam? Tehát ha tényleg ekkora kaki van a palacsintában. Hát vagy azt mondja, hogy menjen a dublőr, nekem most nincs kedvem Vilmossal, mert olyan rossz vagyunk, de menjen, és akkor legalább béke hagynak minket kicsit. Tehát, hogy nincs kedve a férjével lenni, de azt mondja, hogy igen, menjen a dublőr, és akkor kicsit leszállnak róla. És a kis padról felpattan egy-két hasonmás. Egy-két hasonmás. Egy-két hasonmás. Orrunknál fogva vezetnek minket, gyerekek. Ez biztos. Arra van eszed, hogy csavarog el Windsorban, de a fogam szar le, Zsolt kérdezik Gábornak az üzenetet. Bali, ne gatyász, hív fel, most kérdezzük. Jó, felhívjuk, megkérdezzük. Csibé, milyen idő lesz, mondd meg nekem. Csibé, hát, nézzék ki. Nézzék. Az nem rossz. Na, ez nem lesz. Ez nem lesz, az elmúlik. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatja a Csibém termékcsalád a Transit Foodtól. 19. Az már azért finom, gyerekek. Én ezt a tavaszt annyira szeretem, ez annyira jó, nem? Nyílnak ezek a gyönyörű cseresznyefák, minden rózsaszín, olyan szép. Vérmegy. Vérmegynek hívják? Vérmegy. Az nem cseresznye? Nem japán cseresznye? Ami nem olyan az a klasszik cseresznye, hogy cseresznyét hoz, hanem hogy ilyen akátszínű. Vérmegy vagy a fosatószilva. Igen. Ezek vannak most. Szemmeggyőződésem volt, hogy az japán cseresznye, ami nyílik, és ilyen rózsaszín, ilyen lilás rózsaszínbe úszik így. És a klasszik, amit látsz, ugye azt most mindenki posztolja, van egy település, nem fog eszembe jutni a neve, a hallgatók mindjárt megírják, vérszilva, nem is vérmegy, hülye vagyok én, és vérszilva fasor megy oda, aha, és akkor onnan posztol most mindenki, mert az út két oldalán ilyen hosszasan ott van. Azt hittem, hogy ez japán megy, vagy japán cseresznye. Akkor megint rosszul hittem valamit. Nem baj az. És a betyárkörte az hogy nyílik? A betyárkörte az is nyílik. Az milyen virágot hoz? Az ugyanúgy, mint a tüzér naspolya. Nagyon szépet hoz egy-két nap után. Igen, Júlia, azóta sikerült-e bejutni az egykori lakásodba? Tamás kérdezi még így gyorsan tőlünk. Nem, feladtam. Feladtad? Feladtam. Nem szabad ezt feladni. Valószínűleg Airbnb-znek nincs ott a tulaj. Sokszor csöngettél azóta? Nem mentem oda többet, én meghagytam ott a telefonszámot. Ugye itt arról van szó, hogy szerettem volna bejutni az előző lakásunkba, ahol én felnőttem, és meghagytam a szomszédnek a telefonszámomat. Na most... De nem. Nem. De nem hívott. Mondjuk felhívhatott volna azzal, hogy bocs, de nem. Egyébként valamit mondhatott volna. Csak várok.
Na, de akkor nem jutottál be a lakásra. És akkor ez akkor ennek vége ez a projekt, is. Ennek lehet, hogy annyi. Gyöngyös Tarján van, Feri egyébként, és hát szilvafák. De én nem erre gondolok, mert ez ilyen nagyon sötét, ilyen orgonaszínű lila. Én nem erre gondolok. Most mindenhol nyílik, és amit a koszorús lányok lennének. Én erre a kicsit fehér, vagy néha ilyen rózsaszínbe hajló ilyen. De ne, az én arra gondolok. Nincs annyi japán cseresznye Magyarországon. Mert ez ilyen, ez az orgonalila, ez más, ez vérszilva, igen. Ez más. De jól néz ki egyébként. Berkenye? Azt mondod, az berkenye, ami nyílik? De minden a japánok is a cseresznyefa virágzás. Nem, hogy berkenye virágzás. A település, nem a berkenye növény, ja. Hanem berkenye a település, ahol, ami bevezet oda, látod? De a japánok is a cseresznye virágzás nézik, mint az elmúlás nagy zen tanítóját egyébként. Igen, hát csak mi nem gondolkodunk ideálig, de... Hát nem az elmúlás, hanem az újjaéledésé, nem? Japán. Hát egyszerre szerintem minden néznek ők ebben, igen. Hát az a legfrissebb, legtermékenyebb, amikor újra na de egy hétig, vagy két hétig, és vége van. Tehát nagyon hát gyorsan. Minden elmúlik. Hát minden elmúlik, igen, de hogy gyorsan levirágzik. Ne, és hát ugye ők azt csodálják, hogy milyen hát szép azt új. Azt ünneplik, hogy igen, hogy újraélett a természet, hogy elindult valami új virágzás. Igen. De benne van a mulandóság is, nem? Hogy éld, amíg lehet, mert egy-két hét és vége van. Oké, de utána lesz belőle gyümölcs. Jó kis cserkórok. Nem, abban nem lesz semmi. A japán cseresznyében nem lesz cseresznyi. Nekem van. Még cseresznyéjük sincs. Semmi, ez nem cseresz, ez nem igazi cserkófa. Az nem hoz... Dehogy is, az nem, az tök más. De akkor minek ültetitek? Na, mert hülyék, ha japánok. Hát még pálinkát sem lesz a végén. Hát megjelenködnek benne egy évbe egyszer. Ez a japán cseresznyén nem hoz virába, nem lesz cseresznye. Nyers húst esznek, ezek nem tudom. A prunus ceruláta, megvan. Na, a prunus ceruláta, hát így már ugye. Ezt a szót kerestem. Ja, hogy ez díszcseresznye, az értelmetlenség maga, érted? Dehogy is gyönyörű. Szemetel, söprögeted a virágját, és nem lesz belőle pálinkát. Hát mi értelme van? Igen. Igazad van, hogy japán cseresznye sok helyen van Magyarországon, ez még csak kicsit később fog nyílni, írja Zolt. Az fent van Zoli. A bárban. Ott van. Van ott minden jól. Hát ott. Összefújja azt a szél oda a várba, te ott aztán annyi minden van ottan a várba, te oda fújja a szél aztán. Ez a Miyagi cseresznye, kérdezik. A Miyagi dojo-ból? A Miyagi dojo-ból, igen. A jó kis Miyagi cseresznye. Na, gyorsan nézek egy közlekedési írt, hogy mi a helyzet. Miskolc Ládi fatelepnél van egy baleset, M1-es belsősávos koccanás, 31-es kilométer kőig állapálya, és a 20-as könél Biatorvágy magasságában is egy koccanásos balesetünk. Gyerekek, úgyhogy küldjetek, ha van friss, jó? 0-23-111-111. Milyen nap van ma? Mondtuk már, megnéztük? Csütörtök. Csütörtök, és az holnap van a lejtmenet, nem szervező nappal fordulunk rá a hétvégére. Lassan ma a szervező nap, holnap pedig. Holnap pihi van, gyerekek. Holnap lejtmenet nap van. Az egy ilyen, ne csinálj túl sok mindent. Pihenjél, készülj a hétvégére, a húsvétra. Csak 200 kilométert készülünk utazni. Irány aktelek. Irány aktelek. Ülék, hogy elmondták, hogy mennek aktelekre. Ez épp csöpkőbarlang, egy patak, vagy megnézzük, mi van ott. Megnézzük, hogy csöpög, jó lesz? Jó, hideg, nyírkos, 15 fok, botorkát mondta a sötétben. Tök milyen, jó. Milyen idő lesz, mert mi mindig kifogjuk, hogy vagy elvisz minket egy ilyen monszun. Ne, jó, vagy lesz 20 fok, 20 fok. Migrén nem lesz, úgyhogy... Ez még bejöhet. Migrén, jó kifogás. Már ne kezd már most, hogy migréned van. Ez, már most megágyazok neki. Már most elkezded megágyazni a migrének. Nincs szex, Miro. Nincs szex. Jó, én csak annyit mondok Kálmán nap. Jó? Köszönjük. Ennyit tudok hozzátenni. Most ha moziba tévedtek, és már túl vagytok hazafias kötelezettségeteken, akkor Kálmán nap. Jó? A hétvége lesz a Juli nap. Hétvége a Juli nap, moziban a Kálmán nap. Ezt tessék megnézni. És rá fogtok jönni, hogy minden rendben van az életetekkel. Ha valaki úgy érzi, hogy nem olyan jó az élet, az menjen el, nézze meg a Kálmán napot, és rá fog jönni, hogy csodaszép minden. Hát vagy ugyanolyan, mint a Kálmán napban. Tessék? Nem tudom, hogy szeretném-e ezt a filmet. Ezt nem szeretni kell. Ezt meg kell nézni. Oh. Annyit mondok, Kálmán nap. Jó. Jó? Egy névnapi köszöntés. Jól van. De szóval megnézted esetleg. Megnézem. Beszéljük meg utána az apró után részleteket, hogy mi volt. De mit láttál? Mindent. Az ott, ami történik, az maga a minden. Nagyon beteg, rettenetesen beteg. De jó, mert nagyon rövid. Tehát, hogy ilyen 60 vagy 70 perc. Igen, az nem sok. Na gyerekek, még egy párkapcsolatos téma így a végére berakjuk, hogy mi legyen, mit szeretnétek? Mit választasz a palettáról? Az étlapról? Mit választunk így utoljára? Egy kis kordonblőt. Igen, egy brosóit. A fele, ez promotion.hu olvasói küldtek egy levelet ennek az újságnak, hogy megosztanának egy párkapcsolati felvetés, vagy élethelyzetet, és hogy mit szólnak ehhez az olvasók. Ezek valós levelek szerintem? Nem. Ez biztos, hogy a szerkesztő írja. Amit a szexszerelem gyengétség a Bravótóban régen, hogy megírták a szerkesztők, hogy a tejföl megy a Luninba, akkor lehetek-e terhes. Nem? Hogy bennmaradt a fél orsírésli, mikor jön ki a másik fele. Nem? És hogy meg lesz-e főve. Igen. Az orsírésit elnyerte a kláter. Mit csinálja?
nem tudom kihúzni. Azóta googolok. Igazad, googolok, jogázó nem jön ki. Ilyen levelek voltak régen. De azt írja, hogy Márk és felesége boldog házasságban él. Ugye? Hát már tudjuk. Már hazudik. Ő magában már ez már gyanús. Egészen egy napsütéses szombat délutánig, amikor a felesége rettenetes kérdéssel vagy kéréssel fordult hozzá. Most az ő történetüket olvashatják. Nézzük meg, hogy valós lehet. Az elmúlt időszakban nagyon megviselt egy döntési helyzet, amely kerültem, írja ennek a bulvárlapnak az olvasója. És úgy érzem, hogy most nekem is szükségem van a közösségetek segítségére és támogatására. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Nincs ilyen levél, nincs ilyen levél, a maga a modorosság. Engedjétek meg, hogy bemutatkozom. 36 éves vagyok, és egy csodálatos 33 éves nővel vagyok házas, akivel már 5 éve osztozunk az életünkön. Fogalmaz így valaki, hogy 5 éve osztozunk az életünkön. Ír valaki ennyire modorosan? Ő most jött ki az egyetemről. Mindig is vágytunk egy gyermekre, de az utóbbi másfél évben már hiába próbálkozunk régóta, nem sikerült elbeesni. Másfél év még semmi. Másfél év az még igen. Hát, a legutóbbi orvosi vizsgálatok azt mondták, hogy valószínűleg a probléma az én oldalamon van, további részletek még nem állnak a rendelkezésünkre. Oké. Okay. Azt mondja, hogy ez az egész helyzet orszázi bizonytalanságot és fájdalmat hozott a számunkra, egymás iránti szeretetünk. Igen. Feleségem ott él a kívánság, hogy legyen gyermekünk. A legutóbbi fejlemény azonban új szintre emelte a kételyeinket és az elbizonytalanodásomat. A feleségem azt javasolta, hogy lefekszik a bátyámmal. Oh. A saját testvéremmel, hát ha tőle teherbe tud esni, és úgymond a családban maradt. Újra olvasnád ezt a mondatot még egyszer? A legutóbbi fejlemény azonban új szintre emelte a kételyemet és az elbizonytalanodásomat. A feleségem azt javasolta, hogy lefekszik a bátyámmal a saját testvére, mert hát, ha tőle terve tud esni, és úgymond családban marad. Ez az a javaslat. Első elbeszélgetésre lennék kíváncsi. Nem, akkor leülnek a családi asztal, kész még egy kis, nem tudom, egy kis áfonyomát. Figyelj, drágám, van egy mi lenne, ha dugnék a bátyáddal? Hogy mit kérdezsz, hogy kérek-e még kovászos uborkát? Nem. Le akarok feküdni a bátyáddal. Hát azért ennek vannak módjai, nem? Felkavarta az érzésem, mert teljesen összezavart. Nem tudom eldönteni, hogy helyes ebbe beleegyezni vagy sem. Nem csak azért, mert a testvéremről van szó, hanem mert érzelmileg teljesen összezavarodtam. Tudom, hogy a nő két dologért képes mindenre, hogy legyen gyerek, és azért, hogy ne legyen, de ez a helyzet most teljesen elbizonytalanított. Mégiscsak megcsalás. De lehet, hogy ez az utolsó esélyünk. Nem. Írja az olvasó. Ezért fordulok hozzátok, kedves olvasókhoz, akik aztán persze hosszas tanácsokat adtak Márknak. Remélem, talán valaki más is átérzi az érzéseimet, vagy tapasztalattal rendelkezik a testvérrel való lefekvés életterületén. Ebben a nehéz kérdésben csak kételyek és aggodalmak voltak. Ha valóban létező személy van. Kedves Márk! Írjuk meg a válaszlevelet. Igen. De egy óriási palimadár vagy, ha ebbe belemész. Igen. Hát szóval, hogy az, hogy ti ketten próbálkoztok, azért az az út eleje. Egy csomó másféle van még, ugye? Másféle módszer is van. Ha ez az utolsó, hogy a bátyától lesz neked gyereked, akkor annak se az az útja, hogy ők elkezdenek kufircolni, aztán egyszer csak ez megragad. Hanem... Most neked van egy bátyád, nem? Nekem van egy bratyom. Na most, ha nálad konga magyaró. Az mit jelent? Üres a tarsa, kiürült a raktár? Igen, már imbálózik, mint a harang. Üres az éléskamra, erre gondolsz? Áldásodat adnád egy ilyen frigyre? Hogy én nem tudok összehozni egy gyereket. Igen, de nagyon szeretnétek. Nagyon a feleséged. Nyilván te is szeretnéd, hogy a feleséged boldog legyen, aki ezzel az ötlettel áll elő, hogy van neked egy bátyád. Bratyó. A bratyó, akinek nagyon konga magyaró. Aki nagyon személytelennek tartaná azt, hogy ő ezt megkapja egy rövidös pohárban. Hát az nem jó, hogy szex, no, anyag jöhet. Nem, ez nem, tehát, hogy hát, na, ez tesó, add az anyagot. No sex, hát nem? Az... Hát ott ülünk, eszem a rakott krumplit, vágom a kis koviubimat, érted, és előjön a bratyász ezzel az ötlettel, hogy látja, hogy szenvedünk egy ideje már hosszú házasságban, nem jön ez az a gyerek. Élvezeti érték az neked smafu. Hát várj, nem mindegy, hogy ki mondja, a báty vagy a feleség? A feleség, hát a feleség mondja. Igen, azért a báty az még azért, tehát arra azért igen. Fel egy odaférnék. Na de mi van, ha a feleségnek nem a gyermeknemzés itt az elsődleges célja? Hát azért... Élsz ezzel a gyanúperrel? Egy ilyen szituáció? Hogy igen, tehát a feleség hülye, miért kellene lefeküdni hát ezért persze. A bátyával, nem? Ugye? Mert a bratyó ad egy kis anyagot, azt berakják, igen. És akkor ennyi. Megtörténik a fri. Azt mondja, hogy ő fél az orvosi beavatkozástól, olyan sok rosszat hallott már. A csaj. Igen. Te velük élsz, vagy a szorodod? Igen, hát egy kicsit próbálok. Az ő te ott voltál a rakott krumpli, és már vasárnap reggel? Én voltam a rakott krumpli, haver. Azt mondja, hogy de drágám, ez olyan személytelen így az egész, meg már nagyon sok rosszat hallottam erről a művi beültetésről. Maradjunk inkább a klasszikus. És akkor neveled a bratyód gyerekét.
Szerintem ez a kevesebb, a azzal kisebb nincsen baj. Baj szerintem. Szerintem azzal nincs baj, hogy az nem a te gyereked? Hát nincs, szerintem az a csak félig. Sem probléma. Hát úgy félik, hogy... Hát miért? Hát hogyha beültetéses a dolog, akkor szerintem tökre azzal nincs vele probléma. Akkor van vele probléma, ha a feleséged és a bratyód lefekszenek egymással két hónapon keresztül minden más. Az a legnagyobb probléma, hogy a jövét vasárnap megint felvetik, hogy annyira jó volt, hogy, igen, hogy kéne még. Hogyha, biztos, ha megetted a rakott krumplit, jó lenne elmennél futni, mert nyolcra itt na, a bátyád. Hát igen, hogy te még rá is bólítasz, és utána felhívjátok a tesódat, akivel szintén megbeszéled, ő átjön, te fogod a slusszkulcsot és elmész. Elmegyek, teszek egy kört. Igen. Addig a bratyó pedig intézi a dolgokat, hogy legyen gyerek. Hogy legyen gyerek. Nem derül ki a levélből egyébként, hogy mit mondott Márk, az elbizonytalanodott férj. De hát, ha meg nagyon-nagyon szeretnéd, nem? Nem, nem tudom. Hogy merülhet fel ilyesmi egyáltalán? A nőben? Igen. Már, hát jóképű a bratyó. Jóképű a bratyó, értem. Az, hogy kérek tőle cuccost, az tökre rendben van. Én ismerek ilyen párt, ahol hosszú ideig próbálkoztak, és utána a testvér adott örökítő anyagot, és megint is fogant a kisgyerek, és azóta boldog. Azért az komoly lelki erő, hogy fölneveled, hogy tudod, hogy nem a tiéd. Oké, hogy a feleséged boldog, megszüli, lesz egy gyereketek, de mégsem a közös gyereketek. Azért valaki másét szüli meg. Tehát, hogy azért az kemény, nem? Mert hogy az... Most ha ránézel a gyerekre, és szereted a feleségedet... És tudom, hogy a bátyám a gyerek? Hát azért... Fura lenne? Hát nem, hát igen. Hát persze. Hát mi, de te mentél bele ebbe a dologba. De teljesen, teljesen természetesen. Hát én sajátomként nevelném. Persze, de mert boldogok, azért mégis, hogy felmerül, azért nem a te gyereked. Hát azért... De oké, nem de, neked nem, de neked nem működik neked valamiért. Nem. Na de, igen, értem, de hogy akkor tulajdonképpen őnek fontosabb az, hogy gyereke legyen, mint tőlem legyen gyereke. Érted? Tehát, hogy azért ez is egy jó kérdés, hogy akkor ő bárkiét kihordja, csak legyen. Hát azért akkor neki... Hát de bárkiét tehát, nem. Ha tőled szeretne, mert annyira szeret, akkor azért az is elvállalható, hogy figyelj, én teled szeretnék, belenyugszom abba, hogy nincs, de más, na, ne legyen mástól. Föl, de veled igen. Fogom fölnevelni, mi nem, együtt élünk. Egy család leszünk továbbra, és csak... Igen. És elfogadom azt, hogy neked nem lehet gyereked. Csak most menj el viszont... futni. Mert most menj el futni. Na, hagyjatok már. Nézd a kis Józsikát. Azért a tiszta apja a családi rendezvényen utána szarul mutat, nem? Hát az nagypapa iszik egy pálinkát, és bemegy a tiszta apja, azért ott megfagy a levegő. Tiszta apja az a gyerek, és fogos hátba vág téged, tudod, te meg állsz ott hülyén. És mi van, még pálinkát? Például mi van, ha a bátyát 3 év múlva, ő neki mondjuk nincs családja, nem lett gyereke, azt mondja, hogy ú, de jó lenne nekem egy gyerek meg egy család. És akkor mi van? Bejelentkezik a feleséged, de ez nem standolja, vagy nem standolja, de legalább ugye te tudod, Józsikám, ki az a gyerek. Ugye Józsikám, tudod, hogy takava most már így nem be ez a gyerek. Ja. Ne, az már nagyon. Nem, ezt nem hiszem, szerintem. Nem standolja, csak mondjuk apai érzések generálódnak benne. És azért benne lesz az ő szívébe és a lelkébe, hogy ő az apja, a biológiai. Ez már írja valaki, ez Kelly Family is azért. Már mindenki apa és anya testvérek, és mindenki a testvér és szülő is egyben. Ha ezt nem tudom hova tenni agyban, akkor eleve nem adok anyagot, nem? Hát akkor még tudtad, aztán később meg nem tudod. Olyan szép lett az a gyerek. De azért az is nagyon kemény, hogy ott adsz anyagot, örökítő anyagot, megszületik a gyerek, átpisz hozzájuk, és hát látod, hogy rohangál egy kis lurkó. És a tiéd. És azért az a gyerek a tiéd. Oké, hogy nem neveled, meg örülsz, meg boldogok, de ott rohangál egy kis gyerek, és érted, a sógora vagy, vagy nem tudom, de ez a te gyereked. Azért tehát a másik oldal se könnyű azért. Mesélj Balázs, lemondasz róla. Mesélj Balázs, milyen érzés. Nem hasonlítanak rám ezek a gyerekek. De a bátyádra nagyon. De a bratyóra nagyon. De tényleg, szóval azért az is a másik oldal is egy nehéz helyzet. Nem? Oké, hogy lemondasz róla, meg segíteni akarsz, azért van egy érzelmi töltet. Ez mégiscsak te adtad az örökítő anyagot, hát az a te gyereked, nem? Szóval azért ez nem egy egyszerű. Én ezt simán adnám. Tehát már, mint úgy értem, én simán elfogadnám azt, hogy te nekem... Tehát, hogyha például más nőknek kellene kihordani az én gyerekemet, igen. Abba én belemennék, hogyha a férjem nagyon vágyna egy gyerekre, de én meg nem tudnám is. Kihordani. Aha. Igen. Akkor azt mondanám, akkor keressünk egy B-tervet. Hát, és nem az, hogy elhagyjuk egymást, hanem akkor hordja ki más, vagy legyen mástól de gyerek. De ott a kihordás az ugye az, hogy a te meg a Miró sejtjei vannak összerakva egy petri csészében, és az beültetik. Ott csak a kihordásról van szó. De, akkor, hogyha nem csak a kihordásról, hanem az van, hogy nekem egyébként használhatatlan az összes petesejtem, a férjem rettentesen szeretne gyereket, én is, hát akkor oldjuk meg másként. És na jó, de arra nem bólintaná rá, hogy akkor ezt természetes úton nem, csinálják nem, meg. Nem, azért mondom, én a felvetést nem értem, hogy mi az, hogy fogja és összesöndörödik a bátyámmal. Hát nehogy már.
És ott ülsz, kint iszod a kis unikumot, bent nagyon megy a műsor, tudod. Behangosítod a tévét. Tesó, nyugi, neked csinálom. Tesó, mondom, nyugi, neked csinálom. Taka, menj el futni. Kész vagyunk. Mondom, neked készül, ne aggódj. Kicsit töltesz még egy unikumot, aha, kicsit iszol egy baracpálinkát, még mindig üldögez. Jönne kicsit nagyon nagy zajok vannak benne. Teljesen elváborodott a helyzet. Kicsit megváltozik a viszony. Ki a keresztülő? Hát nem, ez már megbízás kérdése. De hát a tesó szokott lenni. Egyben apukat, keresztülő és egyébként, tehát minden. Igen. Multifunkcionális. És igen, jó a felvetés, mi van, ha elválnak, akkor kifizeti a gyerektartást. A báty, ő, tehát ő rombolta szét az egészet, az ő ment ebbe bele, ebbe a mocskos ajánlatba, ő fogadta. Tehát ki ráverik a gyerektartást még a bátyra, tudod? De szép történet. Nem, ez a dolog, ez simán áll abban az esetben, hogyha nem a természetes módon fogan meg az a gyerek, tehát hogy nem összehozzák, összefekszenek. Hát ebben szerintem én semmi kivetnivalót nem találok abban, hogy a bátyától kérek örökítőt. Ja, hogy adjon, de az éjszaka a véleményes. Éjszaka a véleményes. De neked akkor ezek szerint azzal is fenntartásaid vannak, hogy a tesód adjon. Nyilván nem voltam ebben az élethelyzetben, nem tudom. Tehát ott vagy, és nagyon szeretnél. Arany spermáim vannak, érted? Elsőre, minden elsőre. Olyan mozgékonyak. Téged is megtermékenyít fel. Hallod, csak ránézek a Ferire, terhes lesz, basszus. Ezért mondom, inkább egy jó testvér, mint egy rossz szomszéd, írja valaki. Igen, szívesen segítenék bármelyik páron, de tőlem senki nem kér. Igen. Igen, egy korábban elfogadtuk, hogy az anyja hordja ki a lánya a gyereket, egy másik nő, akkor most elfogadhatjuk, hogy a bátyától lesz, ez is jó felvetés. A saját anyám, ugye volt egy olyan hír korábban, igen, hogy ott az anyuka hordja. Az anyuka segített. A saját, igen, lányának a gyereket. Az nagyon szép az a történet, igen. Drágám, heti háromszor kell lefeküdnem a bátyáddal a jó eredmény érdekében. Egyszer össze fog jönni kicsim, de szerda van, és harmadszorra jön át a bátyánk, nem baj. Megtennéd, hogy megint elmész futni. Azért és ebben az esetben, hogyha ugye te neked férfiként nincsenek himivar sejtjeid, vagy nem alkalmasak a megtermékenyítésére, mi a jobb, ha egy ismerőst kérsz meg erre, hogy adjon, vagy besétálok a bankba. Vagy spermabank, és csak tartozom. Hát azért 9 hónap múlva azért ne legyen fekete vagy nem. Tehát, hogy most azért, hát olyan, nem mindegy. Azért Bracsó legalább közel van, tudjuk, érted? De most megjön kicsi huám, ezért vágott szemekkel, vagy nagyon feketén, azért nézel egy nagyon hatalmas. De akkor már nem jobb, hogy nem kell. Gratulálunk kedves apukatól, hogy gyerek, olyan kapucsinó, ilyen kapucsinó a gyerek. Hát sajnos ezt választották. Nem, akkor már barátom ismerőstől kérnék biztos. De megnézed a genetikai állományt? Hát hogy ne. Megnézed a felmenő átvált állítasz a barátnak, megnézed, hogy van-e cukorra hajlam, rákra hajlam. Lemehúználak. Igen. Fél Józsi, iszol. Nem. De, csak a baj van veled. Ne, mosod meg apám színfartusba. Igen, volt rákos a családban. Igen, cukros, mindenki cukros. Ne. És elkezdenél válogatni. Igen, castingolsz. Családfát állítasz mindenkinek. Megnézed, hogy kinek milyen hajlama van betegségre. Igen. De akkor már nem jobb, ha nem tudod, hogy ki az. Szerintem nem. Nem, persze, van az a helyzet, amikor igen, bankból kell, hogy kérjél, de ha megoldhatod családon belül, vagy ismerősön belül, akkor nem jobb az, hogyha tudod, hogy ki az apja? Vagy az anyja? Nem tudom. Bárki-e? Hát most kérnék tőled, adnál? Persze. Természetes utóbb bármikor. Felhívnám a békát azzal, hogy kérek tőled, szerinted adna nekem a nevedben? Szerintem belemenne. Belemenne? Biztos. Azért az egy nehéz döntés. Az emeljen egyszerű, igen, így csak így adnád, látod, csak egy simán gyereket lehet belőle. Igen, de én látod, például nem hogy adnék. Pont ez a nehézség nem benne. Nem. De írj bunkó. Nem azért, hogy zavarna. A bitcoinjaira hajt, azt nem zavarna, tudjuk, hogy van egy gyerekem, érted? Tehát, hogy aki ez nincs közöm. Tehát, hogy tökre bántana a tudat, hogy már 8 éves, 10 éves, elmerik ott a kerítésen, félrehajtanám a deszkátokat, benéznék. Pistike! Pistike! Pil! Miért nevezni Pistikének? Gyere, adott egy 10 000-est a végén. Valami bitcoinról magyarázott, és nagyon simogatta a fejem, és azt mondta, hasonlít. Új cipőt, te szeretjük lesz. Igen, mondom kripto. A fura bácsi megint jött. Na látod, azzal, ha spermabankból kérsz, pont ezt kerülöd el. Tehát az ismerősnél pont ez van, hogy mi van, ha 10 év múlva a Balázs ott fog állni a kerítésen. De a Balázs az nem ad, de te adnál. Én adnék. Te simán adnál. Hogy egy év múlva megszületne a gyereked. Hát persze. És jönne egy pici fürtös gyerek. Most kétségeid vannak, hogy jó anya vagyok. Leokoplaszos szemüveggel, kolbásszal a kezébe. Nem, most ebből a kettőket összeegyedni. Egy mindennek neki menő, kicsit szerencsében, félokoplaszos, egy szalonnával a kezébe. Jó lenne az neki. És brümmögre egy bum, bum, bum. Jó, szerintem tök jó lenne. Neki menne az ajtófélfának háromszor, és nem tudná kapni a labdát, csak... Hogy Pistike elkapta, hogy Pistike elkapta. És vannak baj a zivásra, és a szemébe rakja a forrad. Jó lenne látni, nézni, hogy van gyerek. Szerintem 15 éve ismersz. Igen?
valamennyire talán meg is kedveltél. Igen. Azért valószínűleg feltételeznéd rólam, hogy jó helyen lenne rálam egy gyerek. Ja, nem az zavarna, hogy... De hogy... azt hiszem, egy kicsit ez zavart. Nem, az, hogy te jól felneved, az igen. Az, hogy nekem nincs közöm ahhoz a hímival sejthez, amit én adtam. De hát minden nap elpazarolsz egy tucatot. Hát... egy egész nemzedéket. Szórom a magot, érted? Mint nem, a frutit. Nem, és akkor nézed? Ott állnék a házatok előtt, és néznék. Nem kérnék, hogy nézed. Hát, hát az én gyerekem is. De jó cselekedtél a világgal. Vagy aláíratom veled, hogy egy adott pillanatban megjelenek, lemondasz róla. Mi? Ez ki ír rá alá? Így adok. Anyaként? Hát így adok. 18 évesen visszaadod. De a szarmelót végez, nem? Engem eszembe nem jutna adni. Nem, tök rossz érzés lenne, hogy van egy gyereked, akihez nincs között. Hát de mégis akkor a félig a te gyereked. Odaadod, és biológiailag. Biológiailag. És hát és nem vagy ott, és nem gondos. A világban egy családdal, ahol nem lehet egy gyerek. A férfi miatt neked meg lehet, azt mondja a nő, hogy te vagy az, akit el tud képzelni. Miért ne? Igen. Hát persze. És ha azt adnál nekem cuccos, te ragaszkodnál hozzá, hogy jössz hozzánk látogatóba? Ezt megbeszélés kérdés. De egyébként én szeretném... Úgy könnyebb lenne. Elmondanánk neki, hogy te vagy az apja? Hát egy idő után múlt, nem? Muszáj. Meg anyának kezdjen a kriptózni. Hova adtalak, nem hiszem el? Kiszabadítalak. Milyen a szegénység? Te így élsz? Jézus Mária, hittem, hol tartjátok ezt a gyereket? Na látod, az a Merci, na az autó. Én valószínűleg nézném, mennék, akar, tehát valamilyen kapcsolatot nyilván akarnék. Tehát persze, ez a vakon adom, csak úgy, hogy, szóval, hogy segítek mással, tudok. De hát azért, tehát az örökítő anyagot azért azt, hogy nem adjuk. Nem, ez nekem ez tök furó, hogy te csak úgy adnád. És a Julinak, tehát aki ismerős, persze, igen. Meg ahol tudom, hogy jó helyen lenne, igen. Akárkinek nem. De sperma bankba, hogy vigye bárki, úgy nem. Már nem is adhatunk, de úgy az nem annál. Az meg tök más szerintem, mert ott nem tudod az utóéletét. Tehát hát nem tudsz, az meg megint tök mindegy. Még talán az a könnyebb. Hogy teljesen vakos, a világ bármely pontján lehet. Igen, de nekem ezzel nem rendesen. Kújtorognék ott az óvoda mellett, érted, és a kis leukoplaszos kis szemüveges kisfiú. Ahogy írja valaki, fújna egy tolóharsonát. Ha tiéd, akkor nincs leukoplaszt. Hát ilyen, ott ülne a kertbe, fújna egy tolóharsonát, nem volt, hogy nem mennél oda. Aztán tudod-e, hogy ki vagy? De majd mutatom, adj csak ide. Adj csak ide, aztán szereted a füstölt árut. Feri, szerintem te egy kicsit vársz egy ilyen felkérést. Hogy adj a spermát. Máros nem lehet. 53-es lázduhányostól te elfogad, hát genetikailag olyan terhelt, hát, elfogadnád. Terhelt a keresztanyát, te nagyon hülye. Elfogadnád tőle spermát 53-es lázduhányosként, fekete tüdővel. Jó, de most nem. Gyerekére, hát megesznek téged reggelire. Ez igaz, de, hát de most nem 15 éve volt. Gyerek. Hát most 53 éves. De 15 éve azok nem betegek, azok a gyerekek. Ezek, ezek a, még azok mindig szaladnak. Nem is csóválják a farkukat már. Mi ezek csodál? A hívás egyesek. Állak is cigizgetnek. A falon csapolik. Ők már rágyújtottak utána. Ahogy kijönnek, rágyújtanak, és azt mondják, Feri, mi már nem megyünk sehova. Dehogy nem, mennek azok még, nincs az. A mozgásból megmondják, hogy milyen állapot vagy. Tehát érdemes elmenni ilyen hímivarsejt vizsgálatra. Azon sok mindent elárul az ember testről. Mennyire elevenek, mennyire szaporák, hogy mozognak, mennyi van, az megmutatja a jelenkori egészségi állapotodat a férfiaknál. Milyen aktívak. Hát te már letörölni sem. Hogy tudod. Mozognak. Szétszaladnak a kezedből. Fussatok, szaladjatok. Fussatok bolondok. Nem, ilyen kéréssel ne gyere hozzám, ebben nem tudok segíteni. Pénz kell szólj, kaja kell szólj, sperma no. A feleségedet kölcsönadod egy. No sperma. No, menj a dohányoshoz. Viki petesejtjeire fáj a fogam egy kicsit. Igen, gyerek lesz még ebből, te Juliska, gyerek lesz még ebből. Na jövünk mindjárt, 9:30 múlt pontosan egy perccel, itt vagyunk mindjárt, jó? Jövünk rögtön a hírek után. 3:10 lesz pontosan hétvégére. Hétvégére? 3:10 hétvégére. Én fogvali, 3:10 hétvégére. El vagyok már. Sűrű volt a hét, nálam úgy a tök kicsit el vagyok. Most jön ki rajtam minden, így az elmúlt egy-két nap. Még azt van hiszem, egy holnap még azért gyere be? Be, mindenképpen, de azt hiszem, hogy most néha el tudok fáradni, akkor viszont olyan, mint Forrest, megállok és hazamegyek, hogy ez most... Újra bútolsz. Újra. Pufferezt. Igen, ez picit erős volt ez a hét. Hogy mivel is foglalkoztunk ma, ugye ez a kérdés? A jó Isten se tudja. A jó Isten se tudja, érdekes. Lebukásokról beszélgettünk, de Vilmos állítólagosan lebukott, és hát itt nagy királyi család botrány van. Két lehet, hogy levette a gyűrűt, a bulvár sajtó rajta a királyi családon, ez a Vilmos, ez félrelépett, úgy néz ki. Valami Róz nevezetű csajja a gyerekek. Hát ugye? Aki eléggé hasonlít kétre. Ezek a Rózok ilyenek. Titanicot is, bajba tették ezt a Jack Dawson nevű fiút, most pedig ugye Vilmos herceget,
És arról beszélgettünk, hogy ki hogy bukott már le, illetve kinek milyen taktikája van. És ugye ezt elemezgettük. Valamint a mindent együtt vagy külön egy influencer pár nyilatkozott arról, hogy szerintük a hosszú kapcsolat titka, ha mindent együtt csinálnak. Erről beszélgettünk reggel hét után, ez egy jó kis párkapcsolati téma volt, ahol megvitattuk, hogy nem biztos, hogy mindent jó együtt. És egészen szélsőséges álláspontokat is hallottunk. Legalábbis mi ezen az állásponton vagyunk, ők együtt mesztelenül szaladgálnak. Igen, hát nem könnyű ez nekik. Fura. Kicsit furik, legalábbis így kívülről. Na mutatjuk, milyen foglalkoztunk ma reggel. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Te például mit mondanál otthon? Hogy lépnék félre? Igen, na, tessék. Megjön életet, hapsia, akár egy alkalmas, akár több alkalmas. Tételezzük föl, hogy megtörtén, ne a dolog. Mit mondasz otthon, hova megyek abban az egy órában? Itt kezdődik. Nem tudom elképzelni azt, hogy a Miró neve észre rajtam, hogy kamuzok. Hát most a Miró ezért meg fog kövezni, de hogy mindenki vihető. Tehát, hogy szerintem mindenkinek van a párkapcsolatában egy olyan pillanat, egy olyan mélypont, egy olyan rossz passz, amikor ha valaki akkor abban a pillanatban érkezik meg, akkor bárki kirángatható egy a legjobb kapcsolatból is. Ne, de azt hiszem, hogy egyébként, hogyha nagyon akarnám, akkor meg tudnám teremteni a módját. Annak, na, hogy, de kamúzna, hogy megyek Pilátesre. Megyek Pilátesre. Jó, kicsi, miért nem viszed az edzést, tudsz cuccodat? Akkor legyen szépen felépíteném. Szerintem ti azért sem tudtok félrelépni, mert egész egyszerűen folyamatosan attól rettegnék, hogy ki kap elő egy telefont, és nyom fel téged valamilyen platformon. Mit keresett Sebestyén Balázs a Gellért szálló parkolójában? Egy üzleti megbeszélésem na volt, de... kérem szépen. Pont aki elért szálló, egy ilyen öreges, jó, hát iszafürdős, öregszagú, naftalitszagú helyre megyek. Ez jutott nekem a Gellért szálló. Szóval én nem bukok le, mert engem nem ismernek, engem nem nyom fel senki, de titeket ismernek. Tehát ti nem tudtok tilosba ezt menni. Ezt rohadt jól látja a Juli, ezért kell biztosra menni. Na mi a biztos? Belülről. Hát belülről belső kell. Ember. Belső Anna. Ember. Balázs. Mi a belső ember? Anna egy kicsit földobta magát. Tehát a belső ember a stábon belül, stábon az a belső belül. Ember. Hogy derül neki? Hát, előbb-utóbb ezek kiderülnek. Előbb-utóbb gyerekek, ezek kiderülnek, az nem? Az furcsa, amikor a csapatépítőre úgy mentek el, hogy csak ketten vagytok ott. Hol vagy? Csapatépítő. Ezért te jól csinálj. Hát igen, van ismerősöm, aki hallottam, nem is ismerősöm, igen, hallottam, így inkább, hogy úgy bukott meg, hogy az autóba bonyolítottak bizonyos dolgokat, és a hölgyikének a tappancsa az ott ne, maradta, és bepárásodott az ideg. Júj, de jó, de ez nem csak ilyen városi legenda? Nem, ez nem városi legenda. Tehát felnyomta a csaj az ülés a szélvédőre a lábát, igen. Kicsit bezsírosodott az üveg, és amikor bepárásodott a kocsi, hát akkor ott két tappancs. Aha, de 36-os tappancs, tudod? Tehát nem is az, hogy te föl a lábad. Bár az is véleményes, hogy te miért teszed föl a lábad. Keresjük már meg gyerekek a legbanálisabb, legdurvább, legaljasabb, legbénább, undorítóbb lebukást, ami... Amire nem gondoltam. Hát ugye volt olyan hallgatónk, aki elmondta, hogy neki a barátnője a biztonságjövet szagolgatja. Ugye? De ez igen, a féltékenység téma volt, mert ott ugye a csaj, ha beköti magát a biztonságjövvel, és be van fújva, lehajtja a szemellenzőt, de a biztonságjövet megszagolja. De nem vihet senkit abba az autóba. De gondolod, hogy beszállsz és végigszagolod a biztonságjövet. Hát azért ott az Sherlock. Hát mi Ferivel hogy... laktárba mentünk együtt. Na jó, és milyen jó volt. Hát azt tudod hány óra. És akkor szagolgatná a béka mondjuk az övet, mert mondjuk ott ültem, vagy hátul meg a Barbie. Tehát, hogy milyen beteg emberek ezek. Nagyon. De miért voltak ott is tappancsnyomok a buszon, amikor visszajöttetek? Ez nagyon banális, ez nagyon amerikai film, ez a lábnyomok jelennek meg a ködös szélvédőn, de el tudom képzelni, simán. Csak kiveszel egy szállodai szobát, nem? Ha már félre akarsz egyszer lépni. Legalább egy szarvas bőrtörlő csak valahol, van nála, nem? Háj, de okos! Nem, Miró, nem készülök semmire se, Balázs. Most meg nem hallgat, nem hallgat. Vagy éppen valószínűleg van valakivel. Én is otthon ül egy cigivel a szájában. Óriási menet volt. Indulok, fix idő 6-tól 10-ig. A 6-tól 10-ig. Vicsász, bekapcsolod a rádiót, hallott, hogy ott van. A fixen nem tudsz megbukni, mert biztos, hogy be van a rádióban, hiszen hallom a hangját. Ugye miért olyan barátságos mindenkivel, de most már kezd beszélni. Igen. Ja, Istenem, egy ismerősöm úgy bukott, hogy lefotózták egy autómosóban, tuta nélkül a csaj, és az volt a reklámfotó a lift reklámokban. Jézus Mária! Ahány ház,
meg annyi szokás, meg recept a túlélése és a hosszú távú párkapcsolat karbantartására. A külön lakás. A külön lakás. De látod már, hogy fogalmazol? A túlélés. A túlélés. De azért túlélés, mert szerintem azért krízis mindenhol persze. van. 12-15-20 év után igenis, az egy túlélés, hogy tempót váltasz, hogy több energiát teszel bele. Tehát az, aki 25 évesen összeáll valakivel, és 60 évig dullaláv és szerelem és életem párja, azért ez tök jó, de azért ez mondhatni nagyon ritka. Tehát a meló, a krízis, a beletét energia, a hullámvölgy, hullámmegy, hát minden párkapcsolatra ez a jellemző. Szerintem azért egy ilyen kikövezett aranyút 50 éven keresztül van, ritkán látsz ilyet, és ők a legszerencsésebb emberek, az nem? Az a kérdés, hogy úgy mész haza, hogy haza kell menni a páromhoz, vagy ettől te feltöltődsz? Mindig erre van a garázskapu teszt, ugye? Ez egy nagyon fontos, nagyon vagy szeretem. a bejárati ajtóteszt. Nem tudod az aranyszabály. Júli, te hol élsz? A garázskapu teszt a következőről. Ha családi házban laksz, bemész, nyitod a garázskaput, és meglátod, hogy ott van az autója. Örülsz, vagy nem örülsz? Vagy csinálsz, minden ezért benne van. Ezért parkolsz te kint most. Mész hazafele, elfordítod a kulcsot, kulcs van az árba, otthon van, nincs otthon. Ez a legnagyobb tesztje szerintem annak, hogy áll a párkapcsolatod. Ezek nem ismered a garázskapu tesztet? Nem. Ezek a ökölszabályok. Ezek bali törvényei. Nincsen általános szabály, hogy mi a hosszú kapcsolat titka, hogy hogy lehet jól beosztani az önidőt, a közös hobbit. Egyáltalán kell-e közös hobbi, vagy jó a külön hobbi? Mindenki máshogy gondolkodik erről. Van egy ilyen élményféltékenység, nem? Az szerintem nem jó. Az nem jó. És az sokszor... Hogy neki jó valami? Igen, hogy neki jó valami, ő valamiben kiteljesedik, aminek én nem vagyok a része. El kell menni ellennyaralni. El kell menni ellentenni. El kell menni ellentenni. Az nagyon fontos. Hogy szerez magadnak is olyat, amire ő ír így. Én nagyon hiszek a külön töltött időben, főleg ebben. Főleg 40-50 év között. De nekem, ha megcsörne a zárban a kulcs, én nekem repes a szívem. Hát akkor átmentél a kaputeszten. Hívjuk ajtótesznek, vagy kaputesznek. Tehát nekem attól lesz kerek a nap, hogyha Miki otthon van. Jó reggelt, mi együtt pakoljuk ki a mosogatógépet, együtt párosítjuk a zoknikat, és együtt szedünk pipcsvangot a nyulaknak. 8 éve vagyunk együtt a német feleségemmel, idén a munkám miatt Magyarország költözöm, 2-3 hetet találkozunk, tökéletesen működik. Mi 0-24-ben éltünk és dolgoztunk együtt, a legszebb évek voltak. A gyerekek miatt külön alszunk, de megegyeztünk, hogy jó ez így, mindenkinek van saját szobája, intim szférája. Én meg szeretek fingani, dékülte neki. 32 éve vagyunk együtt, 3 gyerek, 30-26-16, ha évesek a mai napig vannak hullámvölgynek, de van szeretet és jól működik. 19 éve vagyunk együtt szaunázunk, éttermezünk, szeretünk együtt lenni, vagy hogy én is megyek vele meccse, vagy eljön vele moziban, de mindenkinek megvan a külön hobbija, nálunk ez így tökéletesen működik, 34-37. Hát még 19 éve vannak együtt, az szép, igen. 9 éve vagyunk együtt, mindent együtt csinálunk, boldogok vagyunk, és semmi buli külön nem is igényeljük, soha nem mondjuk egymást. Az ex-házasságom részben ezért nem működött, elaludtam a Rómén és Julián, amire vérig sértődött, a túrázáson még próbáltuk közösen menni, kilométerekkel lemaradt a csoporttól, az összes közös programon veszekedtünk, az új házasságomban harmónia van, együtt túrázunk és együtt alszunk, a Rómeó és Julián, de külön is megyünk a saját barátainkkal, így a jó Laci küldte nekünk. Az a jó, ha szépen együtt szürköltök be. Igazából ha szépen együtt szürköltök be? Igen. Ha? Az a megoldás. Együtt engeditek el az álmaitokat. Igen. Persze. Együtt adjátok fel. Feleségemmel még a barátnőnk is között, csak ő nem tudja. Én azért égetem a hátsó ködlámpát reggel, hogy amikor eljövök, lássam, hogy ott maradt. Jó, hogy bevilágítson. Igen, hogy még látszódjon az árnyék az igen. asszonynak, hogy a párjának. Balázsék! A Rádió Egyen! A Istenem, Júli, kaptál egy nagyon szép dicséretet a mai nap után. Mit? Melyiket? Hát jött én szép, amikor Eszter van, mindig könnyesen nevetem magam. Viszont amikor Júli... Szerintem összekevert. Neki szemben győződés. Neki szemben győződés, hogy ma Eszter volt. Én neked nagyon szeretem. Nagyon jó a mai adás, amikor Eszter van, mindig könnyesen nevetem magam. Tök jó, nem, csak így hallgatgat, de hát egyforma a hangotok. Nekem a köszönés a kaputeszt írja valaki. Aha, ez is egy érdekes dolog. Mi van, megjöttél? Igen, vagy hogy köszönje, vagy hogy mit mond egyáltalán ilyen hangsúlya. 30 éves vagyok, 15 éve vagyunk együtt, két gyerek, mindent közösen hoztunk létre, imádjuk egymást azóta, és jó, vannak ilyenek is, ez is azért nagyon, nagyon szép. Hívjuk a naphallgatóját, jó, gyerekek, és hát nagyon szép ajándékaink vannak még így a végére. Fia, holnap medve hagymázzász itt mindent. Az lesz, bekenem a székét, érted, a pultját, a tojásrán, medve, minden. Hogy ma tagadó. A medvehagyma tagadó eszterek a minden étkemben. És megyek, felvásárolom az összeset. Jó. Kaptok olyat, ti medvehagymáját. Túl hype-olt zöldség. Állj!
gyümölcs, az pedig a gránátalma. Nem, Júli. Nagyon jó a gránátalma. Igen, hello, ciao. Ja, bocsánat, várj. Hello. Nem tudok most neked tapsot adni. De ahogy tudok, csak zenével tudok együtt. Ó, mennyire jobb ez. De csimata. Hogy hívnak? Mi a kereszteved? Szia, Sanyi vagyok, sziasztok! Sanyi, hello Sanyi! 43 éves apuka vagyok, egy 3-5 és 7 éves gyermek apja. Nagyon szeretnék a naphallgató lenni, hogy éjszaka tudjak legózni a garróban. Köszönöm, hogy írhattam! Köszönöm, tényleg így van! Igen, ez menő. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj! Az ön nyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási kupon a bravostore.hu Lego webáruház felajánlásával. De figyelj, nem gondoltam volna. De tényleg magadnak? Tényleg magadnak? Nem baj, egyáltalán nem baj, csak kérdezem. De hát nekik mi? Hát nekik tele van a szoba. De tedd el karácsonyig. Ne adod a most. Nem, ő azt mondja, hogy tele van a szoba nekik, mi neki magának, ő tényleg nem, nem a gyereké. Van saját, persze, nekik van saját, minden, aha. Igen. Igen. Muszáj az ember valamennyire. Hú, de örülök neki, azt a mindenét, de meglepődtem. Gyerek. Elmondom, hát, ha ti vagytok. Ú, de jó. Na, és be is mondtad. Jó van, de hát akkor sok örömöt neki benne hozzá, jó? Köszönöm szépen. Ciao. Hello, 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 hello. Na jó van, gyerekek. Nem kevertem össze. De ott valami nagyon fáj. Gyerekek, jövünk holnap, jó? Jövünk holnap, úgyhogy puszi mindenkinek, vigyázzatok szépen magatokra, jön a medvehagyma szekció, holnap érkezik. És van? Minden medvehagymás lesz a táskája, ruhája. A vize is, érted, ami iszik. Igen, puszi, sziasztok, ciao, ciao, hello, hello. Ez az adás nagyon ott volt! Balázs és Feri most elhagyja a stúdiót, és persze kivallagnak a kis Móglik is. Juli, Zsül, Anna, Laci, Viki! Na, gyerünk, gyerünk! Kapkodjátok magatokat kifelé, gyerekek! Jön Györke Ati, és jönnek az igazi mai slágerek!